Akkor nem. Na, én már bent is vagyok így a játékban. Na, üdvözlök mindenkit. Annánál tuti, hogy megy a live, tehát elindult. Még megy a visszaszámlás. Itt van velem, még megy a visszaszámlás, de lesz live, tuti, hogy van. És itt van velünk még Davis, de sejtem, hogy Davisnél is megy a live, gondolom én. Nem megy, akkor nem megy. Akkor nem megy, de viszont itt van velünk Davis. Na, jól van, akkor gyorsan meg, amíg Anna nincs, addig gyorsan végignézem a csetet. Mogor Robit üdvözlöm, Doriánt is, Csabát, köszönöm szépen, jó vagyok Isten, hogy vagy Csaba, Zsolt Gémet üdvözlöm, Flösser Zsoltit, nem indul multiplayer majd, ez, hát nem tudom, nekem elindult, tehát valószínűleg el kéne induljon majd neked is. Rókának nagyon-nagyon köszönöm a támogatást, már még el sem indult nagyon a játék, vagy hát még a visszaszámlás volt, akkor küldött. Na, Banános Gyót is üdvözlöm, Szenteferit nagyon-nagyon nagy szeretettel üdvözlöm. Jó, és akkor gyorsan végig is értem. Köszi, hogy itt vagytok, és hát várjuk Annát is, hogy bejelentkezik, aztán megyünk. Na, halló, sziasztok, bocsi, csak közben egy telefonom is volt. Meg indítanom is kellett a live-on. Na, szerintem telepítsd újra, Robi, én szerintem. Gyere, na, Róka, hogyha van kedved. Hú, szakadozom, de most sem jó meg lesz. Hát akárki, mindenki más is, akinek van kedve. Bocsi, srácok, nálam akadni a hang, mert most rekordom. Igen, érdekes, amikor letárcázzuk a játék, az RTS-t, akkor ugye elkezd a Discord akadozni, amíg le van tárcázva. Na hát most Marosvásárhelyen vagyunk, én annyit mondok, tehát és a SIM 2-s szeron, tehát aki szeretne esetleg, ő még ide tud jönni, és hát még itt beszeretnénk járni ezt a területet kicsit mostani alkalommal. Úgyhogy még várunk Annára is, meg akárki, aki szeretne bárki csatlakozni, őt még mindenkit várunk. Közben én is átkukkantok már Annához, beköszönök a csetjére. Gumikacsa nem lesz Tetris. A fene írt rám még most Discordon is. Hello, rám írt a Germán. Rád, na, köszi szépen, hogy átköszöntök, Valán Zsolt is látom, Szente Ferit is. Hát mindenki, aki még most úgyis van pár perc, aki megteheti, kattintson át Annához, és hát én meg szerintem elkezdek nézni valami fuvart innen, ami ki nem hajítanak. Köszönöm szépen a követést. Na, mivel látom, a gumikacsa itt van. Itt van Davis, jó. Szia, Ferenc! Szia, Zsolt! Hadd kérdezem már majd meg tőletek, hogy Davisnek is, hogy jó a hangja, mert ugye Annával sokat játszunk. Köszi. Együtt, de nem tudom, most Davis is átgatja a saját kis hangerejét, hogy adjunk-e rá, vagy ne. Nem állítottam. Ja, én szerintem jól lehet hallani, szerintem. Jó. Csak nem nagyon beszéltél azért. Jó. De szerintem jó. Csendben vagyok. De szerintem jó a hangod. Na, közben én az elkezdem nézni, hogy mik vannak itt. Nem nagyon akarnék kimenni ebből, mert ugye itt vannak Franciaország, Anglia, vagy minden, de én szerintem itt kéne még maradjunk ebben a térségben még most. Én ezt azt írják rám, hogy tökéletes a hang. Próbálom. Vajda Hunyad. Na, az is egy jó hely. Vajda Hunyad. Van egy csomó fuvar Vajda Hunyadra. Nektek? Igen, nekem itt még azt nem néztem, mert én azt hiszem, nekem meg kéne. Davis neked? Nekem az utolsó, tehát hátulról a másodikba, a végéről visszafel a második. Vajda Hunyad, és van nekem egy csomó fuvarom például. De ez micsoda? Lánctalp. Esküszöm, lánctalpat viszek, ez tök jól néz ki. Homlokrakodom van. Alatta nincs lánctalp? Mindjárt megkeresem, jó? Nekem egyből alatta ott van, hogy lánctalp. Van. Nekem nem alatta volt. Vagy, ja, jól van, jó, csak szóval ezt, hogy megnézném nagyba, hogy néz ki. Na, akkor Davis, neked is megvan, szia, akkor szerintem Csabi. Vehetjük. Hát amelyiket akarjátok végül is, de... Hát én a lánctalpas már nekem nincsen, vagy ezt a homlokrakodót, mert nekem az a lánctalp nincs. Ez már így, csörögi Dórián, igen, már most nem olyan félreérthető, így van. Akkor mehet? Ja, én szerintem mehet. Ha, akkor nyomjuk, én is a közben a csetet olvasom. Jaj. Ti is lánctalpoztok? Nem, én a homlokrakodót viszem. Ja. Ő nem látta. Ja, jól van, baj. Innen meg jussunk ki. Lámpácska van.
Davis-ke van. Ha, köszönöm. Megfordulom. Azt mondja Magor, ő sokáig kint élt Bulgáriába, hogy hát nem túl jellemző ugye az egész. Hát igen, valójában mondja, hogy táblák olyanok, meg különféle dolgok olyanok, de hogy úgy azért úgy nem ismert rá úgy valójában. A feeling úgy nem annyira ment át neki. Nagyon szépen köszönöm a csírt róka. Úgyhogy én meg nem tudunk beleszólni a dologba. Rossz helyre jött a fiúk, hello. Annyira nézem a csetemet, okay, hogy nem jó helyre fordítani. Okosodjál. Szia, Norvég! Most látom, hogy valami Norvégot kéne még meggyőzni, hogy az 5 euró az nem olyan sok pénz, és jöjjön kamionozni. Egészségedre. Valami... Nekem azt hiszem a párom lejtette a telefonját, vagy valami ilyesmi volt a csattanás. De azt hittem valaki tűzszentett. Nem. Szerdel a picikém. Ja, jó van, gyakoroljál, jó van. Hát nyilván abban nem tudsz multizni, abban úgy single-be úgy tudsz tekeregni. Kérlek, azt képzeld, hogy nem csak a postát nézem, hanem a telefonomat is. Nem érteni egy-két perc. Hány óra van most? Hajnal 3. Ó, az jó jel, mert akkor hamarosan világosodik és nappal fogunk menni. Igen? Ja. Hát, jó, mert hajnal 3 van, akkor csak kifele megyünk az éjszakába. Zúzunk az éjszakába? Addig is. Én meg pár haver. Hát szemegébb megindulni. Akarunk tankolni előtte? Én legalábbis benzinkút van, de mondjuk olyan jelet nem látok, hogy ez csak ilyen dísz benzinkút? Az csak egy dísz benzinkút, igen. Akkor nem tank. Akkor eldöntöttük a kérdést, nem tankolunk. Szia, Vera! Vera is el van tűnve. Csak időnként megjelenik itt-ott Zsoltiéknál, vagy itt is. Nem sokára gyerekek, már csak jövő hét, aztán jön egy jó hosszú téli szünet jön, mert aztán úgy mondják nekem, hogy úgy jön majd január elején is a hétvége, meg minden, hogy szóval hosszabb lesz a téli szünet, mint úgy igen. Máskor szokott lenni. Oh, igen, itt kell még menni. A tamagocsit is. Jól felmegyek? Nem, várjon. Én nem tudom, hogy te hol vagy. Én jövök az út. Te is lánctalpazol? Igen. Akkor gyere. Akkor egy helyre jöttünk. Köszönöm szépen. Ja, te is ide jöttél. Jó, akkor mindenki egy helyen van. Ez a legjobb. Hopp. Mondjuk itt aztán két kamion itt nem nagyon férne el alapvetően, hogy hát kicsit vicces lenne. Annyira nézem itt a két csetet. Ez itt is elég jól megy, de meg kell szokjam, sem is nézem a telefont, és belelendültem. Ja, hát olyan képzeld el, nálunk meg ilyen csetolvasós kanyarodásnak szoktuk hívni az ilyet. Ja. Várjunk már, nem látom, hogy itt kell felvonni. Ja, ott van, man, ez... akkor nekem itt mennem kell visszafele, amit tuti nem férek el alatta. Kipróbáljuk, de tuti nem férek el. Úgy járok, mint a másnaposokban, hogy mint a zsiráf nyakát így leszedem, hát nem fogok elférni. Nem tudom, nem is hihetem, hogy sikerül a legalapokban, hogy nem Nem láttam itt, hogy hova kell, ott a konténerektől abszolút nem láttam. Az zavar, hogy azt mondja, hogy a gépen, hogy a diszkóban van, azt már megnézzük világos, mert ilyen lánctalpat így konkrétan nem nagyon szoktunk vinni. Tehát pótlánctalp. Igen. És ki a szemed azt mondja, hogy a Zsolti. De kis kedves vagy, Zsolti. Én kinyitottam az ajtót. Kinyitottam, aztán még nagyobb sötétség lett. Jó, Annát megvárjuk, mert ott elég szűk az út.
itt van velem szemben. Igen, látom, látom, hogy ott jön. Ja, hogy ti is, jól van, ti is összejöttetek, ott jól van, bulisztok egyet. Nem, hát én kijöttem ide, hogy ne legyek útba. Ott jön már Szivi. Szivike. Szivike. Tényleg már milyen régóta ilyen szívfestésünk van. Hát nekem itt volt egyből jobbra, ott egyből jobbra. Nem tudom, a tiéd nem ott van? Nem tudom. Mind kell itt átmenni, itt a tű! Ezek egész jó hangja volt, ez tetszett. Ebből valami... Valószínűleg nem... Valami nem túl jól sikerült, úgy hallottam. Nem. Hát én olyan helyen mentem, hát szerintem ahol nem kellett volna. Valószínűleg amit én a zsiráfos hasonlattal mondtam, valószínűleg az az volt. Volt a másnaposok háromban, volt azt hiszem az eleje úgy közülött, hogy húzta a zsiráfot a szakállas gyerek, és jött a felüljáró, aztán így a zsiráf feje repült. Van köztünk egy külföldi, megkérném a nézőket. Na nézzük, nézzük, mit viszünk. Tök jó, nagyon tetszik. Közben a hajtsákat, nagyon, nagyon tetszik. Így a betonat itt a hogy kaladtál? Lehet, hogy nekem nem ott volt. Végig a jó, ilyet nem vittem még szerintem soha életemben, azért azért gyönyörködöm benne, ez ilyen gyönyörködés. Egyszer megnéznélek egy ilyen heavy cargo-val. Ja, igen? Aha. Nem tudom, Ferinek is megvan szerintem, meg aztán Mikey-val szokták játszani, vagy nem is tudom. Vagy illetve nem is, én most erre a... Nem is, én most teljesen másra gondoltam, de remélem, én arra gondoltam, hogy vannak ezek a Spin Tires, nem is tudom milyen játék az, vagy lehet, hogy pont az a neve. Igen, ja. Pont. És itt jövök a Spin Tires. Arra gondoltam, hogy ilyen sárdagasztós játékra gondolsz. Igen. Az egy jó játék, nagyon kell bobolni. Nem jössz, anyuka? De, megyek, csak hát én nekem olyan helyen kellett kijönni, hogy atya úristen. Olyan helyen, ahol nem tud kijönni. Olyan helyen, hát, hogy atya úristen. Na, az milyen igen. Lehet? Templomba, valóban, vagy hogy? Valóban olyan szűk helyre kellett betolatni, nem láttam semmit. Na, Anna megy elől. Ja. Davis mehet utána. Igen, is értettem. Parancs, értettem. Valaki tudna nekem itt fordítani, vagy ilyesmi? Nagyon nem értem, mit akar mondani a nézőnk. A lelket akar. Olvassátok fel. Hát, ha valaki... Rendben, gumikacsa. Szia, Vidra! Bár mondjuk, hogyha valaki megteszi, hogy egy ilyen translate fordítóval bemásolja... Igen. Sokat segít. Általában mindig 5 euró. Mindig meg lehet találni 5 euróért ezt a játékot. Van, amikor a Steamen is 5-re leviszik, de általában több szokott lenni, csak amikor akciós, viszont az ilyen egyéb más oldalakon, Instant Gaming-en valamit, tehát ott 5-ért általában meg lehet. Ja, le vannak értékelve. Jó, hát most már megvan mindegyik, Feri, úgyhogy most... De jó, hát ez egy hír annak, akit érdekel, le vannak értékelve a LTS 2 DLC-k. De az új DLC miatt? Azt nem, igen, azt nem tudom igazából. Hát ilyenkor átlagosan így szokott menni, hogyha kiadnak valami újat, akkor... Én valójában szerencsésnek érzem magam, mert hogy a túlnyomó többségét, ugyanúgy az LTS játékot is, de ugye a DLC túlnyomó többségét is kaptam, és ezért így az árukat se annyira követem. Hoppá! Szerintem azt elvitted ezt a táblát, Davis, de nem szerintem baj. Szerintem is. Hú, én tegnap, hogy elvittem egy táblát, az így görgettem magam előtt, azt elrepült a tábla, az nagyon jó volt. Ja. Nem is tudom, valamilyen súlyos, túlsúlyos valamit vittünk, betonlapokat, és nem úgy akartam kanyarodni a kamion, meg fékeződni. Hú. Elvittem egy-két dolgot. Azok a jók, én szeretem az ilyen túlsúlyos. Hát jó, csak...
ja, mire én is felfogtam, hogy nem úgy akar fékezni, meg kanyarodni, addig azért, hogy kétszer lerongyoltam az elejét. Meg hát jó kanyargós utakon jöttünk ide, idáig. Még az Anna, azért volt egy-két kanyar. Köszönöm szépen, Kosti. Szóval itt, nézem a chatet, majdnem belementem Davisbe, de a lélek jelenlétemnek és a rutinomnak köszönhető, pedig még az ujjam le is csúszott a billentyűről. Úgy megijedtem hirtelen. Szia Idi és szia Zsuzsi bizonyára. Itt van, vagy ha nincs, akkor is köszöntem neki. Hát ha majd csuklik, akkor ha még iskolában van, ki tudja. Lehet, hogy csuklik majd Zsuzsi egyet. Be akar bútolni, majd hát ezt nem értem bútva. Valami barátunk itt van. A Zsolt Game! Nyomatom neki a dudát! Persze lehet jönni, most jelenleg hova megyünk? Itt egy Zsolt Game! Szevasz Zsolti! Most várjál, mert... Vajda Hunyad, jaja, mert ilyen csupa magyar... Hát mint Marosvásárhely is, ugye, mert ez úgy hívjuk, hogy Magyarország, csak most jelenleg elfoglaltuk Romániát, és most azért... De egyébként ez Magyarországon vagyunk most is. Szerintem ő külön. De Zsolt itt jön mögöttünk. Jön mögöttünk? Én mögöttem jön, aha. Jó van. Hát ugyan be is jöhetne hangba. Na este 8-ig, na most órán elkezd csuklani, kézzed el, Iti. Szia Zoli! Zsolti, hogyha hallasz minket, akkor... Szerintem tudja, hogy be tudsz jönni. Vagy megkérjünk az egyik nézőnket, vagy aki úgy van, hogy írjon. De biztos, hogy hall minket Zsolti, mert hát itt volt a live, itt volt nálam is live-ba, tehát biztos, hogy nem véletlenül ide tudott jönni, meg ő direkt jött ide, tehát én szerintem biztos hall minket. És szóval itt vagyunk a live-a szobában, hogyha Zsolti, hogyha szeretnél beszélni is velünk, mi szeretnénk veled beszélni, úgyhogy várunk nagy szeretettel. Szerintem be is tudsz jönni, ha esetleg mégse, akkor szóljál, de tudja, hogy be tudsz jönni. Ki más lenne kisegében. Ezek még lemaradtak. Nem, itt vagyunk meg. Én itt vagyok. Zsolti, nem tudom. Lehet, hogy megállt, mert lehet, hogy most Discordot nyomkodja. Mindegy, akkor belassítok, jó? Még jobban. Hát ilyen 60-as tempót választ. Igen, mert lehet, hogy Zsolti, ha mégis. Ez csak, hogy... Igen, mert most eltűnt nekem a tabról. Jó, hát nem tudom. Mert nem tudjuk igazániból, hogy Zsolti mit tervez, mert ugye nincs itt hangba. Az is lehet, hogy bejön hangba, akkor majd úgyis akkor mondja, hogy álljunk meg, akkor megállunk, megvárjuk. De igazából az is lehet, hogy én tévedtem, és csak véletlenül járt itt pont Marosvásárhelyen. Hát nem hiszem, én nem hiszek a véletlenekben. Szerintem nincsenek véletlenek. Jó van, megyek már, ne dudálj! Mindennek oka van az életben, az is, hogy ti itt vagytok, meg hogy mi itt vagyunk. Már jó kis. Na, szia Zsolti! Szia Zsolti! Na, akkor álljunk. Sítsunk? Persze, akkor várjuk meg Zsoltit. Tudok menni 110-en. Ja, akkor jó, mert nem megyünk annyival. Anna megy elől, úgyhogy milyen 50-60-nal kutyagolunk itt. Okay. Szedjük a kutyagumit az útra. Értem, Lacikám. Nagyon szépen köszönöm akkor még egyszer. Isten király vagy. 12 órás foci volt, Csabikám, és volt csetorvos a foci pályán. Jön egy jó kis kanyargós részünk, vagyis kettő más srácok. Szevasz DJ! Na. Százzal lehetne menni, de én itt nem megyek annyira. Jó neved van. Lehet, hogy Ferinek dolga lesz. Követőm. Ki tudja. Kérdezte, hogy lehet-e jönni, és szegénykémet bannolták valamiért. Ja, mi rosszat csináltál? Szia, végzett. Minden oké, Ricsi. 10 másodperc alatt bant kapni. Lehet azt még hamarabb is. Már két hete nem is játszott. Hát végleges bant kapott. Azt hogy lehet? Olvasom. Nem tudom. Lehet, azt hívja fel. Vagy én bezártam. Ott majd tévedtem egyébként, mert... Nem ilyen, hogy az accent. Billetyűzettel, igen. Nem maradtam, hát én itt megyek utánuk. Én meg itt vagyok, én vagyok a harmadik, Zsolti meg Zsolt, én meg itt jön valahol mögöttünk. Lassítom, Davis.
Jó. Nem értem a problémárat, lassítasz, igen. Lassítok, csak szólok, mert véletlenül belém rongyolsz. Az neked is fáj, meg nekem is fog fájni. Na, nekem el fog fájni. Én meg szeretem, hogyha fáj, úgyhogy... Akkor belerangolj. Szóval is fájlott. Most várjál, Axel, azt kérted, hogy rongyoljak bele a gálba. De tudod mit, vágjál be is a tuféket az Axel előtt, légy szíves. Köszönöm. Nem kell, az csak eddig, ha olvasom a csetet, az előbb is majd neki mentem. De elintézi magától. Semmi gond volt ebből, hogy most akkor nem voltál hangban. Szia Katalin! Megvan a DLC-t, Katalin. Megértem. Szevasz Hagan! Hagan kapitány. Motorhibán van, gyerekek, állja! Szia, Axel! Kukkolj csak ide! Igen, én már kukkoltam. Szia, Hagan! Mi a helyzet? Ezt nézzétek meg is, amit kukocskod? Na jó, hát... Szia, Robi! Balkán felé vagyunk fél úton, úgyhogy ne csodálkozzál semmi. Ja, itt van. Ez a valóság. Hát, mikor hol vannak a moderátoraim? Mikor lesz más játék? Köszönöm szépen, Kosti. Lesz. Pont Lacinak, Kosti-Lacinak mondtam, hogy engem most úgy beszippantott egy játék, úgyhogy hát most még, ez most ilyen újdonság ez a DLC, most azért itt vagyunk, de amúgy én fogom azt játszani, úgyhogy... Hát már tőlem is kérdezt, hogy én mivel játszok. Majd Laci unja, azt mondta, hogy ő már unja az RTS-t azért. Mikor lesz más játék? RTS? Már unni. Nálam Transport Fever lesz, hogyha kioldják december 11-én, akkor nekem vége. Ja, már csak egy füles de, kell. Hát, figyelj, Katalin, én nem szeretnék neked fülest adni, mert ez hogy nézne az ki, de... Jó, itt a Gatszal is, hogy ő is lány. És köszönöm szépen Hagantól a lúcot. Ja, nem csak ő, azt mondja fel. Hát igen, ez is egy új dolog, ezt pont, egyébként pontosan Kostya Laci-tól kaptuk meg amúgy. Tehát Kostya Laci megvette nekünk, Annának és nekem is ezt a DLC-t, és most utána mondja, hogy miért ezzel játszunk, érted? Tehát ezért ez a diszkrét bája az egésznek még. De ettől függetlenül jó, hát nem fogom meg mindig. Ez a jó körforgalmas, köszönöm. Anya! Hát milyen ezek a körforgalmak, ezek tényleg változnak országonként, hogy milyenek. Hát ugye nálunk se ilyenek, de Bulgáriában megint nem ilyenek, Törökországban se ilyenek voltak. Sőt, hát Romániában sem mindegyik ilyen, de ezek szerint van ilyen. Nálunk, én még ilyet nem láttam nálunk, szóval kicsit másabb. Zsolti, nem, te? Mármint aki... Folyamatosan beszél, érdekes. Arra gondolsz, Geri? Ő ugye... Nem beszélek. Nem az, cipzár. Kérdezte. Cipzár. Kész. Nincsen behúztam cipzár. Nem is az, hanem kérdezte az illető, hogy nem egy másik streamer vagy, nem ő Axel. Ugye Zsolt Game van még itt van, aki szokott live-olni. Tényleg Zsolt jön át, megy a stream. Davis is itt van. Nem. Ő is szokott. Én most csak bejöttem. Na, jó, jól tetted. És... Hogy nem. Szia, Letti. Hát nem készültem, én láttam, elkezdtétek, mondom, bejövök egy kicsit. Jól van, jól tetted. Majd este lesz valami. Én is, mondtam, és mit tervezel, Zsolti? Hát szerintem FS 15. Ja, 15, aha. Most az megy. Hát láttuk. Én nem játszottam azzal, hogy csodálkoztam is. Már ugye, azért az csomó minden így? Más, hogy néz ki azért a játékban. Szerintem holnap mehet, Robi. Hát meg behoztuk egyszer az időt valahogy, hogy megbeszéljük, hogy mi. Úgy csodálkoztam rajta, hogy azért mennyire más, hogy néz ki, tehát ugye azért sok mindenben más volt. 15. Én nem játszottam azzal. A moderátorokat is, hogy legyenek. Szevasz Csabi, pihent ki magad a 12 órás foci után. Hát ez a mag tudod, hogy lehet építeni rajta gyárakat, hidakat. Ja, igen, azt néztem én is, olyan furcsa volt nekem az. Majd... Lassan most már gyárat építünk. Az jó. Ugye a semmiből épült fel szép lassan. Uh-huh. És konkrétan milyen gyárat? Hát van viszkigyár, van sörgyár, van kenyérgyár, van
Ja, és akkor, akkor annyi, hogy a, amit tudom, a kukoricát, azt nem eladod úgy, mint kukoricát, hanem igen, akkor viszed a saját gyáradba, és akkor abból főztök pálinkát, vagy viszkit, igen, vagy mit tudom én. Az úgy érdekes, akkor... Az úgy elég összetett. Akkor azt miért vették ki, a 19-ből például? Há, nem, csináltok. A 17-esre és 19-re is van már ez a map. Csak van... Ja, hogy ez map kérdése? Hogy ez ilyen legyen? Ez map, igen. Igen? Rendben gyerünk. Present value. Hát figyelj, Robi, szerintem holnap is ilyen 5-6 óra körül. Vagy nem tudom, attól függ, hogy játszám, mit fog holnap live-olni. Mert akkor csak be tudjuk egymás közt osztani, hogyha 5 óra, akkor kezd volna az egy hétig tart, akkor viszont csúszok, és akkor én leszek 7 órától. Biztos egyébként, ugye arról beszélnek itt a cseten, csak mindenki értse, hogy, hogy vajon Lecsó miért nem live-ol, mert ugye hát azért őt is szeretik sokan, vagy Katalin is mondja, hogy nem nagyon van ideje, stb. De amúgy egyébként biztos, hogy eljutnak azért odáig, mert itt van például Makam is a napokban a baj, tehát hogy, hogy biztos meg lehet unni esetleg. Én is sokszor felteszem így magamnak a kérdést, vagy annál is kérdeztem, hogy, hogy ő például most így persze nem tud rá válaszolni, nem tudja megmondani, de amikor kérdeztem, hogy, hogy vajon ezt így meddig lehet csinálni, vagy hogy, hogy van ez, hogy képzeli ezt, de ő is hát nyilván nem tudja, de én magamtól is így felteszem a kérdést, hogy vajon ezt így, ez így meddig fog ez, hát nyilván életem végéig nem, vagy, vagy tényleg, hát szóval valamikor egyszer, valaki egyszer úgy dönt, hogy hát most már eddig tartott, szóval na, hát nem tudni ezt lecsújik is, hogy miért döntött, ő is miért döntött úgy, hogy most nincs kedve. Hát figyelj, lehet, hogy úgy volt vele, hogy elég volt. Hát ja, azért mondom, hogy, hogy hát ez ilyen előfordul, igen, és hát el kell fogadni. Igen, hogy mindent is meg lehet unni, persze, ebbe is igazad van. Ez a baj, hogyha megunja, és utána újra akarja kezdeni, mert hiányzik vagy akár, akkor meg megint nehéz elkezdeni. Hát biztos ez olyan, mint a mit tudom, hogy tanulsz az érettségére, ez pont ugyanolyan, hogy elkezdeni nagyon nehéz. Aztán amikor elkezdted, hogy elkapott a gépszi, akkor már csinálod, akkor már, tudom, de úgy belekezdeni nehéz dolgokba, hát ez természetesen. Igen, a gumikacsai lecsónak nincs kedve live-olni. Ja, hát ez még korájában. Jó, nem is ezért, csak ugye hát látom én is a mások, hogy hát itt van, például ugye pont napokban Makam abba hagyta, gondoltátok volna egy héttel ezelőtt? Tehát szerinted, tehát szóval ez ilyen. Nem tudom, de ő miért hagyta abba? Hát, én nem láttam, én Andistól akartam megkérdezni, csak nem is nagyon beszéltünk azóta, és nem kérdezni, mert Andis volt ott nála moderátor, az hát, ha többet tud. Talán a videójában, amit én nem láttam, talán a munkával, meg nem tudom mivel hozta összefüggésbe, de hát hát munka mellett, attól függetlenül, hát most nem 24 órát dolgozik egy ember egy nap, tehát szóval munka mellett azért lehet. Hát, én akiket úgy néztem 2 évvel ezelőtt, meg 3 évvel, azokból alig van valaki, mert abba hagyták. Ilyen 2-3 évente így. Bocsi. Nem baj, csak én már készültem, meg, hogy ha nem tudok lefékezni, mellétek megyek. Ez működő benzin? Út, ez igen, igaz? Akkor nem megyünk betankolni? Nem. Jó, vagy de, vagy nem. Ja, megjöttünk, akkor bocsi, én meg itt beszélek, be arra a benzinkút, jobbra meg a fuvar leadó. Ó, hát ti is ide jöttök. Ah, ezek szerint igen. Hát nem ugyanaz lesz. Én nagy szemfüles vagyok, mi már mentem volna tankolni, az közben meg is érkeztünk. Az vicces, Davis úgy néz ki, mintha nem vitt volna semmit, amúgy. Mert? Hát üres. Tegnap jártunk így Annával is, hogy igen, tök ugyanazt a fuvart vettük fel, tehát szóval nem is az, hogy most DLC vagy valami, tehát tök ugyanazt a fuvart vettük fel, és ő nem látta az én pótomat, vagy én fuvaromat, én az övét nem láttam, közben mind a kettőnknek volt ugyanaz a pótunk volt. Szóval vannak ilyen fura. Ó, hát ez hogy lesz itt? Nekem is, én mondtam Joe-nak, csak hát most már úgy beletörődök, hogy Joe nem live-ol, de mert hát most már az eltelt nála is egy pár hónap. De hát, én is szerettem, én mondtam, hogy szerettem. Említettem, hogy talán a szünetben majd valami. Mondtam neki, hogyha jön össze. Várjátok, nagy baj van, rossz gombokat nyomok. Beraktam, vért, mit nyomok? K.
kettes helyett az F2-t nyomtam, meg ezt beraktam egy tükröt. Közben már olvastam, mi akar, hogy hát nem akar beindulni, ki nem mindig 8-szor, csak papíron van ennyi jó. Levegőt is kell szállítani valakinek, így van. Szia, Bau Robi! Maka azt mondta, hogy a munkája nem teszi lehetővé az, hogy ismert legyen. Ja, értem. Akkor olyan helyre ment dolgozni. Hát most már mondjuk késő, egy kicsit van. Elment ügyésznek, vagy bírónak, hogy ki tudja minek. Hát róka zsebike az itt szokott elég sírő lenni nálam. Itt láthatod. Na, nézzünk valami fuval? Jaja. De nézzünk is. Nem ezt a semmi. Te most van? Törökország. Ezt mondjuk szépen. Nézzetek fuvart, én megnézem, hogy van-e itt valami megvehető garázs, de én nem látok. Jó. Nekem van Temesvár, jó sok van vállalkozóiban. Na, én Kolozsvárt néztem. Kolozsvár is van. Menjünk már Kolozsvárod, a kocsikat kéne szállítani, gépkocsik. Melyikre? Kolozsvárra? Nekem... Várjál még, hát, mert Maros, igen, Krajova. Nekem nincsen Kolozsvár. Nekem van, vállalkozóiban van. Ugye megnézem. Temesvár meg sok van. Gépkocsikat kell szállítani, Davis. Próbál meg úgy keresni. Temesvárok vannak, neked Kolozsvár. Na várjunk, frissítek egyet. Nekem nincs. Én frissítettem. Nagyon messzi fuvaraim vannak. Vajda. Egy rosszabb minden. Temes, Szeged. Nem, szerintem már nincs. Egy rosszabb minden, amióta frissítettem. Nézd, hát akkor nézzünk valami mást. Annyi. Nagyon szeretted volna az autókat, látom, hogy így hallom a, hallom a szemedből, vagy mit csinál? Látom a füledből, vagy mi? Nekem gépkocsik Katowice-ben van. Én még egy utolsót oda, frissítettem. Van nekem is még. Olyanom, de... Hát de akkor kimennénk. Igen, akkor kimennénk. De van Kolozs, most beadta a Kolozsvárt. Na? Gépkocsik. Megvan. Tényleg? Tényleg nektek ad ilyet? Uh-huh. Nekem nem ad. Várjátok, és akkor az Kolozsvár, várjál, az hol is, hol van? Kolozsvár az itt már van. Külsőben nézitek? Hogyha... Külső, igen. Külső. Megnézem én is azt. Hát nem tudom, vagy Marosvásárhelyen felemegyünk, akkor én oda tudok esetleg... Az, mintha lett volna még valamikor. De most már az sincs. Jó van, frissítünk. Szia, Enigma. Hát, egyszer beadja. Nem van Kolozsvárok szer. Neked is van. Én vagyok ilyen szerencsétlen, hogy nekem hát nincs. Én már basz, hogy gépkocsik. Hát, de nem ad olyat. A közepétől egy kicsit lejjebb van, hogyha úgy van. Tényleg van. Tényleg van, de ez hogy? De ez hogy? Befogadhatjuk. Na jó, fogadjuk. Na jó van, szia Enigma, én már nem akarok mindent megérteni, jól van. Szia Andris. Utolsó oldal teteje. Azt mondod, hogy ott volt Zoli. Nem áll, hogy én nem izé voltam, ilyen vakváriuska voltam. Ezek szerint. Jó van, akkor én megyek egyet tankolni. Köszönöm, Laci, a támogatást. Remélem, küldtél üzenetet is, már most nem játszol el. Várjatok nekem, ott nevére lejátszol. Davis, ne villogjál itt, fiam! Igen, Nacikám. Lehet töltetni a gumifárka. Ja, nekem is bassz. Jóval mentek. Nekem 109 kilométer. Ne viccel. Nekem is. Hát itt van. És még ugyanazt vettük fel. Mindegy. Mindegy, én ide bemegyek tankolni. Az. Hagyjátán, ez is lehet, hogy diszkút. Ez diszkút, gyerekek. Ide nem megyünk tankolni. És ez komoly. Mi, ott volt az utat. Jó, akkor menjünk tovább. Szia! De pedig ott van, ott mutatja. Papapapap, anya! Rosszal átolatunk. Nem mutatja. Ja, de ott van mögötte. Ó.
Na akkor most van itt, vagy nincs? Van benne, van, csak nem itt, hanem egyel arra. Nem, a David meg itt van sokkal, nő. Hát ti ott vagy. Hát álltok, itt kiírja a neveteket, itt van. Igen. Nem itt, szóval itt van Davis, meg Axel is itt van. De hol, itt élje a fuvarotokat. Hát mi? Nem vagytok itt, igen, de itt a fuvarotok. Mi? Nekem hát követem a térképen. Hát de lehet, hogy elvinne minket valahol, na várjál, mert lehet, hogy elvinne és onnan visszafordít ide? Igen. Akkor viszont itt van a fuvar. Ja. Ó, hogy a fene essen bele. Azért mondja, itt van kiírva. Ja, hogy ott. Igen, de ilyet csinált már, fú, egyszer, hogy megszívtam, akkor is nagyon messzire elutaztam, és mire utána rájöttem, hogy visszahozott. Fú, a GPS az néha megtréfál. Igen, itt igen, van. És ott van. Igen, és ott van. Ott van meg tényleg. Meg a Davis-e is, igen. Üdvözlően én István. Nem akar kinyi... Nem jó helyen igen. Vagyok, mit csinálok? Jesszusom, hát nem is jó helyen vagyok. Úgy gyerekek. Úgy gyerekek. Elbújok a föld alá. Kijöttem, hogy ez a benzinkút, azzal szemben volt a bejárat. Közben ez nem is az, mert az ez a kút igen, volt. Gumikacsa. Itt a bejárat. Ott a sok autó. Ott villog. Ott villog az enyém is. Hát megváljuk egy kicsit a fiúkat. Néha megmozdulunk. Már itt vagyok. Merre van az eleje? Ja, erre. Jó. Milyen autók ezek? Hát biztos Dacia. Mi lenne? Én most nem látok a semmit. Úgy teliben neki mert a kapulat, mint a vizet. Igen? Aha. Jövőjük. Csak ezzel Annának mondom, hogy azért ez nagyon törékeny, meg minden ezzel vigyázni kell, mert értettem. Mert autókat viszünk, na. Na hát mégis. Akkor neki megyek Annára. Anna, mehetsz elő, ha gondolod. Mehetsz, egyszer, nyugodt szinten. Ideig én jöttem. Erről most mehetsz. Vagy megy a Davis. Vagy megy egy Davis. Kámi én megoldottam, mert nem tudtok érteni. Feri. De és összekavart minket a GPS, már azt se tudtuk merre van előre meg hátra. Anna, te jössz mögöttem, nagyon vigyázzál rám. Igen. Hogy ne törd össze a kis autóimat. Én nézem, hogy Zsolt jön. Sokat kell fizessek. Jövő. Ha megint mi ez a visszapillantó? Miért? Így van. Fúj! Fúj, micsoda környezet szennyezés megy ott. Lehet jobb volt éjszaka menni, akkor nem láttuk ezt. Hello! Szia, Balzs! MM karácsony forradt megtalálom Annát, vagy legalább a pólót. Hát Feri... Hát Feri. Jó, Ferenc. Okay. Hát Feri azt mondta, hogy a pólót nem kéri, hanem annát kéri. Hát nem mindenféleképpen, mert azt mondta, hogy azzal akar begyújtani, hogyha megkapja. Tehát akkor nem küldöm el neki, hogyha be akar gyújtani. Ne szembe, megmondtam. A pólót megkapja, engem nem. Ja, hát de két külön dolog. Engem nem lehet elpostázni, bocsi. De hát az oké. Az a doboz. Jó napom volt ugyanállag, neked milyen volt? Anna, szerintem a tévém dobozába vele is férsz. Olyan lapos tévé? Remélem nézed a live-ot. Lapos tévé? Nem nézem a live-ot. Akkor nem lehet, hogy milyen arcot láttam. Majd visszanézem. Oh, ez mi volt itt? Jesszus! Ó, láttátok? Néztem itt oldalra, egyszer csak ott volt egy lagoló Davis előttem. Jaj! Jaj. Nem értem, hogy... Jaj. Nem maradtam. Hát Axel megy, mint a messzes. Hát a Davis megy, mint a messzes. Én inkább lemaradok a fiúktól.
Azért mondtam, hogy Annának kéne elől menni, diktálni a tempót. De Davis akkor is jön úgy, mint a messzes. De akkor is te menjél elől, te diktáljad a tempót, mert akkor úgy megyünk, mert így az a baj, hogy mi elmegyünk elől, és nem érsz utol minket. Az biztos. Én lehúzottam oldalra. Megvárunk. Biztán lassú kapitány. Piros. Lassú. Na, találjuk ki, ezek milyen autók. Ezt tudom, hogy piros. Szerintem Skodák. Sose. Hát, nem hiszem. Romániában. Zárom. Ez... bal oldalt Nem nagyon repedezettek az utak. Szoktam. De az nem én voltam, nem kell, menjél csak. Davis. Amúgy tanítalak benneteket kicsit románul, az, hogy repede, az azt jelenti, hogy gyorsan. Né, valaki hallott, hogy elcigiztem? Igen. Ki van zárva? Cseng a füle. Nekem tűnik csak olyan Feldének ez az út. Nem, ez Felde. Be van döntve, mert itt jobban tapod a kamion. Még nem a te sebességednél, de... az ő sebességénél inkább borul, de... ahhoz gyorsan is kéne menni, hogy tapadjon. Igen. Komolyan beszóltatok. Simán. Én tudom, hogy ezt még visszakapom, nem is olyan sokára, de... Pont ezt beszéltük a múltkor, hogy de jó lenne, hogyha betennének egy gomnyomást, hogy felrakna ilyenkor, hogy animáció szerint egy napszemüveget, mert ez a lemenő nap, meg felkelő nap, ez... élethű, csak nem ez jó. Ez még mindig jobb, mikor fölfele kell a nap. De mikor nyugszik le... Az... Állj, nekem mind a, mind a kettő ugyanolyan hosszú. Szia, Dad! Állj, Fanny, én már megszoktam. Itt szívják a végre. Mész az egymilliós fuvarra, jó. Annál a legfőbb. Igen. Az én vérem, ha látják. Nem is értem miért. Ha. Hm? A tiéd finomabb azért. Most hirtelen egy csörben. Enigma, neked nincs kedved jönni? Drága Enigma. Igen, rosszul. Még gyerek az idő. Elég már úgy szedtem össze most, nem olyan rég. Hogy? Hát írtam nekik, kellene még a modik közül valaki. Na, egy modém volt. Nem, egy modém volt most itt jelenleg. Se én se Axel nem tudunk itt most moderálni. No, ó, Ferikém, egy úr vagy. Most már Norvégnek megvette, megkapta, és most eredetibe tolja az LTS-t. Lassítok, fiam. Milyen fiad? Öregebb vagyok nálad. Nem baj. Pici fiad. Nem tudom, mit aggódsz, még nem mentem neked egyszer sem. Féltem az ágon. Bocsi. Bocs. Nézzen közben a visszapillantót is, hogy olyan ívbe kanyarodok, hogy mi jó a kamionomnak. Jöhetté volna az én ívem, akkor... Neked volt egy-két fura íved, de... Ó, megint körforgalom, mi a tolsz? Szia, foltos ló, szia, Aurelius. Igen, hát vannak, hát ez divat lett, ez a körforgalom dolog. De ez hát, a fajta? Hát azt nem direkt Annának van, mert nem tud vezetni. Ja, ez meg ugyanaz, itt jártunk már egyszer, ja. Itt voltunk, ez ugyanaz a vicces. Megkarcoltam a kocsikat. Megám. Azért nem fognak megdicsérni, úgy is mondhatnám röviden. Igen. Nem, de... Pénzlevonás jár érte. Gyerek, hogy tettem a visszapillantót, jól csináltam. Jó, most jó volt. Szia, Trust! Na, gyűlnek itt a modik. Úgy látom. Szia, Did! A Dad is most ért haza. Miféle munkahelyek vannak, hogy itt 8-tól 4-ig dolgozni kell? Mi van itt? Megszólalt ez, aki otthon. Mert ő otthon dolgozik. Ja, én otthon ott magánzó vagyok. Csak itt ülök itt a... Viszont neked a legjobb, mert úgy osztod be az időt, hogy... Én ülök itt az olasz Rivierán, jó meleg van, meg minden, és közben innen intézem a házeladásokat,
folyik be a rengeteg sok millió eurók számlára, nem tudom elkölteni, és akkor én itt ülök, és közben ráérek játszani. Ezzel könnyen segítünk, átküldöm annál, hogy hét alatt eltapsolja az egészet. Nem tudom, annyit nem eszik ő, nem tud annyit megenni. Megyünk shoppingolni. Ugye? Megyünk, megcsináltad másik tetkómat, ilyenek. Jó. Sziasztok, Fred. Ő a foltos ló. Igen? A Spotted Horses a más néve, mondjuk úgy jelentkezik be, vagy foltos ló. Igen, mondjuk... És szokott eltérsezni is. Ez jó mentés volt. Na micsoda? Régen láttam, hogy ismerett, hogy ezt ő is volt a panélbálokra. Na nem már! És az... Szia, Imre Zsolt! A női hús édesebb, mint a férfi. Késés van, rakom meg. Hú, hát igen, azért Enigmának ilyenkor nagy üzem van. Ilyenkor se hétvége, se hétköznap így szegénynek, ugye a kereskedelemben ilyenkor így Karácsony előtt hát, nagy igen. Buli van. A raktározásban is. Sok francos boltot ki kell szolgálni. De figyelj már, csak ez a hét, meg a jövő hét. Nézzük a műszerfalat inkább, mert annyira besütanak. Édes pipi hús, az persze, itt már engem megesznek a cseten. Gyerekek. Egy kis ketchupot tudok ajánlani hozzá, hogy finom volt. Szavaga besz! Hiába záró van olyan, mit nekem, én Schumachertől tanultam ideális ívbe kanyarodni. Szia, Dad! Hello! Mondom, gyűlünk itt. Jó, rendben, Proust. Intézzük a dolgot. Merre megyünk? Foltos Ló kérdezte. Hát kérlek szépen 200 km és Kolozsváron fogunk lenni. Hát nekem jövő hét péntek. Kolozsvár. Délutánig van sulim sajnos, de... Ja, most látom, foltos Ló kérdezte. Eszünk egy kolozsvári szalonnát. Ja. Örülök, hogy nem szemmel megyünk a nappal. Már annak is örülök. Valaminek... Nézzük mindig a dolgoknak a jó oldalát. Szia, Gabesz! Ezért tartasz minket. Hát én tényleg szoktam mondani, vagy én már... Szoktam röhögni, hogy nálad ugye kellene az ilyen hangparancsok, mert nem veszed észre. De jó, de ezt én kitaláltam és alkalmazom, és tényleg azóta jó, igaz, hogy trollkodnak is néha, vagy hát eleinte mondjuk az volt, de most már szerintem ilyen üzemszerűen használják, tehát ahogy, amire ki lett találva, mert azért... Szóval én, mondja... Lehet csatlakozni. Nyugodtan. Mondja Feri, hogy igen, ezért tartasz minket, de egyébként tényleg én csupa... Ferenc, még hogyha, még akkor én is megszólalhatok, ezért tart engem így néha, mert ugye én megyek be neki hangba. Köszönöm szépen a követést. Főleg, hogyha hiába egy single player-es játék. Nem is erőltetjük. Érted? Akkor is nekem ott kell lenni, mert... Mi volt ez, Gabi? Nem veszi észre. Jaj, Dednek köszönöm. És tudod, hogy mi a Dednek, végig nagybetűvel van a neve. Szia, Gumikacsa! Tetris, mikor lesz? Az majd szerintem a Flipper után. Előtte még aknakereső. Ja, meg az aknakereső előtt. Aha. Kolozsvárra megyünk, Imre Zsolt. 134 km és ott is leszünk. Cinkette szervere vagyunk, srácok, lehet jönni. Nyugodtan. Lehet nyugodtan zaklatni annál.
Igen, de kicsit tényleg olyan tróla neved van a taxánál. Már hogy kinek? Hát Dednek, mivel végig nagybetűvel van a neve. Ja, és akkor ezért a chatbot rászól ezért? Hát, hogyha valaki megjelöli egy... Ja, hát akkor lehet. Most olyankor lehet rejtő ugye a dolog. Tankolni fogok, fiúk, most látom, jön egy benzinkút. Nem jön, mi megyünk a benzinkútra. A benzinkút nem jön. A hétvégén lesz a szabad, de ezt tudom, nem ennyit tudom. Nem ért a kamionokhoz. Ja, nincs jogsia. De szerintem befogjuk a hétvégén. Azt mondja, jön egy benzinkút. Mert jó lenne az is. Én is tankolok. Tegye meg a fel. Nem mindegy, hogy jön vagy megy. Ne kössél már belém. A benzinkút az áll. Jaj, én meg túl is megyek. Au! Ugye belekavatok itt a szába. Mi van, Szivi? Ugyanolyan a szívünk. Most se bár tudnám sem. Legalább meg tudom nézni az autóidat, hogy te mit viszel. Most legalább így közelebb vannak. Nem jó krakossal, nem hasonlít nekem. Nem egy ismerős fajta. Én meg a végén elköszönök, jó? Jó. Már hogy most elköszönsz, vagy a végén? Nem, a kupnak a végén. Ja, oké, okay. Jó. Mehetsz, Davis. Menjél, Zsolti, te is nyugodtan. Ne fékezzél. Ne fékezzél, menjetek. Mit tiért a gumikacsa, legyen puzzle. Hát igen, ez a nagybetű, ezt lehet, hogy ki lehetne venni egyébként a chatbotból is, mert hát azzal még alapvetően azzal még nem csinál valaki semmi olyan nagyon rosszat. Igazából. De viszont sokszor bejelez rá. Hát figyeljétek, Zsolti a rutinos, nagy ív bekanyarodik. 7 Days to Die Live-ot, mert én úgyis úgy gondoltam, hogy mi lenne, hogyha pénteket néznénk is, és ilyen horror pénteket tartanánk. Én nem szeretem a horror játékokat, sajnálom. Ez te vagy, én meg igen. Zsolti, te szereted? Hát. Én sem. Én csak az RTS-t. Én csak az RTS-t, de csak azt is csak akkor, hogyha nincsenek benne zombik. Pedig játszol vele. Azért, de nincsenek benne zombik, azért. De benne vagy. Ja, én vagyok a zombi? Igen. Csinálok nektek olyan világháborút, milyen megharaplak, Zsolti, aztán te is zombi leszel. Nyomjad neki. Olyan Z világháborút csinálok itt nektek. Na, mindjárt nyomom neki, csak jön egy konya. Nem úgy, hát, hogy elkezdik egymást harapdálni, akkor... Hát lehet, akkor ezt megszavaztuk, gyerekek, ki fogom venni a nagybetűre tiltást, azt ennyi. Hát jó, csak ezt az, ugye ezt ordibálásnak minősítik, ugye általában a cseten, és azért csak a nagybetűvel ír valaki. Nem is rá azt a játékot tennék majd. Pedig egy hordát adnék egy nagy egyenes szakaszon. Ú, hogy fröccsennének szét, mi? De figyelj, Zsolt, tudunk szombaton is akkor meg szemedészudályozni. Meg én most tegnap kaptam annak a bátyám fel egy játékot. Az ilyen horror játékot tűnik. De biztos majd utána nézek, és akkor kipróbáljuk együtt. Én filmeket sem nézek horror. Köszönöm szépen a követést. Én sem nézek, én nem szeretem a horrort, amúgy én már így a... Hát valahogy tényleg nekem is ugyanaz jött be, és ugyanaz jött le tulajdonképpen, mint amikor ugye Redalin kezdte a leges-legelső 7 Days to Die Live-ot, hogy de én nem szeretem a zombikat, de tényleg én is így voltam vele, hogy, és, de ettől függetlenül maga a játék meg annyira jó volt. Na most akkor kaptál, hogy aztán végül játszok vele, de á, kaptárokat hát úgy megnéztem még az első, de már utána erőltetettek lettek a többi mondjuk, de
De azt még úgy nem tartom olyannak, de az ilyen lélektani horror, tehát az ilyen kopogtató, meg én nem tehát azokat én már ördögűző, meg ilyeneket nem nézek. Tehát én nem... Mondjak. Megnézzük a tehát az ilyen zombit, azt nem tartom olyan jellegűnek, vagy egy farkas emberes, vagy valami, szóval most kinek mit jelent a horror, de azért vannak azok, amik tényleg rájulnak az embernek ugye az agyára, meg a lelkére, tehát az olyat nem szeretem. A kör? Hát az viszont egy horror. Alapvetően az egész összeset kerülöm, de azért még azok a kis különbséget teszek azért köztük. Mi az is, és mi? Vagy a köd, mi? Egyet értek vele az Axeltet. Én ugye a horror egy nagyon jó kis műfaj, mondja Valános Zsó. Mi? Azok jó. Nem tudom, mi a baj jutott vele. Szia Zsó, egyébként inkább kétszer köszönök, mint egyszer sem. Nem aludtam miattak. Ó, akkor majd nézzük pénteket? Nem, pont az előbb beszéltük, Joe, hogy mindenkinek hiányzik a live-ot. A titkos leadát? Nem. Csak már úgy, olyan régóta, annyi hónapja nem live-oz, hogy megkezdtem beletörődni, de ettől függetlenül hiányzik. Azt imádom, az Annabelle. Meg a Jesse Bellát is megnéztem. Mondtam is neked még annak ideje, hogy szeretem a live-aidat. Ezt nem veled forgattak? Nem tudom, hogy az melyik... Az a Enig van, a privátban... Írja ilyen címeket, és akkor szevasz, majd megnéztem, hogy mit nem. Vagy vannak olyanok, amit nem láttam, azt így akkor ilyen pénteken kérdezik. Oké, foltos ló, akkor itt találkozunk. Majd vagyunk. Annalsa, az a fűrész. Igen, köszönöm szépen a követést. Démonok között azt láttam. Nézd, jó, ja, hogy megvárod a pirosat. Ja, értem, nincs itt Mikey, úgyhogy mehetsz nyugodtan. Én már megvárom Mikey-nek is. Jó. Közben meddig leszünk pont, azt kérdezték itt a csepen, hát még csak 6 óra van. Én egy olyan 8:30-ig terveztem, maximum 9-ig a live-ot. Én rá erre kéfélünk. Már hogy melyik live-ot? Kolozsváron vagyunk most. Sim 2-es szerver. Hát ezt a live-ot. Ó, hogy ez miért nem hozta be ezt a kérdőjelet? Na, de lehetne ezt csinálni mondjuk 5-től 7-ig, és utána lehetne valami single player-es. Ami horror. És már megint single player-esre akar rá lenni. Akkor megyünk kecskézzel, vagy mi? Hát én talán, hogyha kecske szimulátorozni akarsz, hát mindegy. Ez olyan béna dolog, de jól van. Andrés Kolozsváron, itt rakjuk le az árut valahol, vagy nem tudom, hova megyünk. Én nem jöttem rá, milyen jó a Go szimulátorba, de jó, majd egyszer talán. Valaki megkegjen már. Ja, Vakasszony visszanéz, meg a Vakasszony visszatér, őt az volt a legjobb enigma. Meg a angyal támadás, ilyesmi. Hello. Azt én értettem, Joe, hogy te úgy értetted, hogy nagyon szereted, ezt én értettem, hogy úgy megmondhatod. Véres lábnyomok a levegőben. Ja, lehet, hogy abban is van zombi mód. Nem, mondom, nem rajongok egyébként a zombikért. Akármennyire is. Egyébként a Seven Days-nek is volt olyan film. Tényleg van olyan Seven Days to Die, amiben vannak zombik. Én úgy hallottam. Ugye? Van az a Seven Days to Die, amiben vannak zombik. Mi volt a címe a filmnek? Ott még nem ölted meg őket. Szevasz KDD! Ilyen egy új kemény, átjárás, International Line Star. Jó fele megyek, jó. Annyira néztem, nem tudtam hirtelen. Csetet olvastam és hirtelen elgondolkoztam, hogy jó fele megyek. Aha, International Line Star lesz. Majd mindjárt próbál megnézni, hogy hova megyünk, Perfi. Én még nem látom itt a gombokat, ha még nyomjuk össze-vissza. Ne, itt Kolozsvárra jöttem, ne? Joe azt mondja, hiszen Zsolti szeret a piroson közlekedni. Ja. Csak a piros szörnyeken. Várjunk, itt kanyar van. Igen, ezt hát úgy... Tennap csak kipróbáltam. Nem látjátok a kamerát, de én folyamatosan nem az utat nézem, hanem a csetet. Az se jó vezetés közben. A kecske helyett tennap láva le. Valami úton módon. Úgy összeszapokolgattam benne a DLC-ket. Aztán mondjuk azt láttam, nem mutattam neki. Milyen... Itt van Csaba, visszajött, eltelt 10 perc, fúgáljatok már.
Csaba el szokott menni, és 10 perc már visszajön. Ő az ilyen kis stopperünk, vagy ilyen kis időzítőnk, hogy tudjuk, hogy jó, eltelt 10 perc. Reimánom az elmúccában. Jajajajajaj, baj lesz, mondtam. Mit csinált már fel? Hát semmi, ó, oh, semmi. Nincs itt semmi látnivaló, oszoljanak. Sem. Köszönöm szépen a követést. Röbzitér. Hoppá, na, annyira nézem a repteret, hogy... Ó, oh, gyerekek, de jó, hogy ezt nem látja senki. Ja, de látjátok, mert néztek a francból. Hát ez a tábla azért jól látok. Hát a többi is jó volt. Szóval Axel megint táblát vitt. Kitábláztam el utat. Ott viszont lesz egy garázs, úgy látom. Nekem egy csavarkulcsot kéne keresni. Tényleg amúgy, mert ha megsérült itt nekem, valami nem sérült meg. Csak a kamionom, az jó. A fuvar nem sérült meg. Igen, a péntek 13. Na, itt is egy ez tipikus, na, itt van egy tipikus épület. Várjátok, ezt meg kell nézni. Na, ott a daru, és minden szinten tele van zombikkal, tuti. Úgyhogy mégiscsak van ebben az RTS-ben zombi. Aki ismerje a szemedészület, az érti, hogy miről beszélünk. Hoppá! Jaj, a kamionomat terem össze. Anya, rosszul taladtam. Tényleg ide gumipa kell nekem. Szia, Vidru! Szevasz, Benke, Laca! Na, én meg gyorsan keresek egy kulcsot. Igen. És ismét kiváló a fuga. Szia, bedobsz egy GTA 5 kulcsot a csetre? Köszi, köszi, Zsolti! Köszönöm szépen a követést! Figyelj csak, Joey, nátlam is, hogyha film live-ok vannak, akkor úgy szoktuk, hogy kamera logó, addig bekapcsolom, hogy beköszönök, elmondom, melyik film lesz, de amúgy nem. Hát ez meg Kolozsváron nincsen kulcs. Lát valaki? Most milyen kulcsot, mit keresel? A csavarkulcs. Van, megvan itt, kint van teljesen, vissza kell jönni. Kint a... Hát kijebb, ahol jöttünk. Ahonnan jöttünk. 144 kilométer. Jó, akkor megkeresünk másikat. Ez a perce? Láttam. Szinte nem fogom látni. Hát akkor én már elmegyek a barátom inkább. Ott fegsz, az elmúlt egy hét elmúlt. Vagy igen, hogy ne legyen nekem ebből semmi probléma. Ott is tudom, azon a live után egyből tudom a filmezőségeket. De amúgy szokott lenni. Meg kéne válni itt Kolozsváron az egyik nézőt, az Andrist. Hát ilyen nevű is. Nem jó. Hát így nézhetünk kivel. Hello! Mindjárt. Vannak betonban. Mindjárt csak dolgom van. Jaj, mész el, Ferikém. Ó, hát... Neked már ilyen kajánlésed van, igen, jó szorakozás, nem megy, olyan, hogy megyünk. Így van. Nagyon köszönöm, Feri, hogy itt voltál, majd várunk legközelebb is. Hasznos időtöltést. Nehéz ilyenkor bármit is kívánni. Nem van, nem hagyta. De szerintem ott van a toltartó. Valahol ott van, hogy Sanyi, és akkor... Itt valahol megvárunk titeket. Ó, de jó! Ó, de jó! Aki bújt? Nem rémlik. Jó, hogy elsipott megint a lábba. Itt egy foltos ló. Azt se láttam, gumikocsa. Valaki vegye ki a rükvezből a kamionját. Anna volt. Ja. Tudom, hát most mindig szeretett volna valaki lenni, és most azért szóltam neki. De várjátok, én itt azt terveztem,
Várjátok, vissza az egész? Vissza az egész, ti nézitek a fuvart? Nem, mert hogy én meg, mert hogy én meg elmegyek ide, megveszem a garást. Ja, az jó, Joe. Én meg köszi a játékot. Köszi Zsolti, hogy jöttél. Köszönöm. Gyere máskor is. De láttam és mondtam is, hogy köszönöm. Na jó, melyik kapunk kell kimenni? Itt kell kimenni, tuti. Neked meg kitartás éjszakára. Nem mondom a jó munkát. Jól van. Jó lesz az. Zsolti, miért nem live volt, azt kérdezi, de szóval kicsit túlmentem. De szerintem fog, mert ő mondta, hogy fog live-olni. A Zsolti nincs is itt köztünk. Én már nincsen, de cseten kérdezték, és mondta Zsolti, hogy fog. Azt mondta, hogy FS 15 lesz valószínűleg. Kicsit lenémítjük itt magunkat. Na nézzük. Old Voice, Andris. Ja, Andris 404. Ja, ja, jól van. Jól van, csak összejön, valószínűleg ő meg az Imre Zsolt lehet, gondolom. Úgyhogy, csak gondolom, és lassan össze fog jönni, igen, valószínűleg, és akkor össze fog jönni itt a kis konvojunk most már. Veszünk most majd páran. De vagyok. Na, Csabikám, de remélem 10 perc alatt megtalálod a törítés, jössz. Melyik cégnél vagyunk? Ja, Joe meg majd még meglátja, hogy mint. Igen, hát csak pont beszéltük, hogy azért úgy nehéz bele... Tehát az ember, amikor úgy abba hagyja, akkor utána kicsit nehéz belekezdeni újra. Már ilyen nyári szünet után is én már azért úgy érzem olyankor, hogy... Azért. Valahova arra itt alatom. Na hát, mit szólnátok hát, hozzá, hogyha mennénk egy kicsit, már most itt Romániába járkáltunk, de... Várjál már egy kicsit, mert meg kéne nézem, hogy melyik cégnél vagyunk, mert jönnének. Bukarest. Ide. Bukarestben viszont, hát nem tudom, hogy voltunk. Valami Kargónál, az fix. De hogyha oda jöttek a garázshoz, ott is jó, hogyha ott találkozunk. Itt Kolozsváron. Tényleg, akkor én is elmegyek. Ezek már nagyon, ezek már nagyon messze vannak. Hát Bukarestben van fuvar. Hát jobb lett volna, én szívesen elmennék vissza még Törökország fele, vagy itt Bulgária fele, mondjuk már itt nem nagyon látok minden. Na jó, nem enged ki a kapu? Na, ezt... Nem ott van a kapu. Ja, igen, itt van egy kérdőjel. Ó, nem akarunk oda menni, az nagyon... Jó, akkor maradunk itt. Na, akkor most várunk még valakit, vagy... Hát már Andris már megjött, szerintem már itt van mindenki. Várj, mert neki lefogyott a játék, de a live-ba meg megy, vagy... Ja, Andris... Andrisnak van ilyen? Mondjuk ő régebben is mondta, hogy neki ilyen bajai vannak. Akkor ez nem változott. Dolgok állása, semmit nem változott. Na. Jókat lehet nevetni rajtad. Jaja. De én szerettem Joe-nak, amikor egyedül csinálta is. Tehát én szeretem a stílusát, hogy magyarázza. Hát a multi az meg megint más, mert az meg társaságfüggő, ott meg annáiknak nincs szerencséjük, mert én elnyomom őket szóval. Egy kicsit. Tessék? Semmi, valamiért bent ragadta a közelítés. Az mi a van? Nem tudom, nekem nem ragad. Rossz az egered, elcserélem az enyémmel, hogyha akarod. Igen, mert közben Andris is live-ol. Azt mondta, hogy na, közben nézhetünk fuvart? Mit gondoltok?
Nem tudom, részemről, oké. Okay. Na, kezdjünk el, aztán majd a többiek csatlakoznak. Kezdjünk el Davis. Én az előbb még láttam olyat, hogy Bukarest. Megnézzük újra, megyünk egy kört. Ruse, de vannak bolgár utak is. Várj, csak Ruse. Az addig nem figyeltem, de van ilyen, hogy Ruse. Csak jó lenne így visszamenni így Bulgária, vagy hogyha Törökországot találnánk, az még jobb lenne, hogyha így el tudnánk egy ilyen helyre menni. Miközben valószínűleg már most egyre inkább a vége fele vagyunk, tehát valószínűleg egyre inkább nem lesz. Így, az Isten. Ilyen Ruse olyan van neked? Még keresem. Mi az? Mit szállítasz? Betonacél, meg ipari kábel csévélő. Betongerenda, az nem. Ipari. Megvan. Nekem az Kolozsvára van. Az meg itt van mellettünk. De, nekem van Ruse. De Ruse. Ja, csak az egyik az túl súlyos. Ja, súlyos. A másik kevésbé súlyos. Te miben nézed? Külsőben? Sima külső, aha. Mm-hmm. Játékos keresőbe elküldte a linket. Anna, neked? Van. Melyik? A ipari kábel. Igen, az ilyen túlsúlyos cuccot. Igen. 34. Hát én talán vihetjük, mint neked is az van, Davis. Én még keresem. Ja, hogy te még nem találtad. Hát András, azt tudom javasolni, hogy indítsd újra a játékot. Mert ez nekem pont a középső pöttyön van. Vagy sajnos ebben mi se tudunk segíteni, mitől lehet ez. Mi nálunk még ilyen nem fordult elő. Ez 783. Nekem csak Kolozsvár, Kolozsvár van, ipari kábelcsévélő. Hát de akkor frissítsél, mert tehát nem, nekünk van, tehát szerintem neked is. Ja, Anna is remekül csinálja. Köszönöm a bókokat, mondja Joe. Ja, hát más, nyilván más stílus, de Annának, Anna ő, meg ő tényleg más stílus, tehát ő, na, hát mindenki más egy kicsit. Én azt szeretem Joe-ba, hogy ő is ilyen, ő is így magyarázza, miközben, amikor egyedül játszik, akkor is. Nyilván multiban meg megint más, mert ott mindenki beszél mindenkivel, az megint más. Ez a Ruse? Ipari kábelcsévélő. Hát Ruse nekem. A most megvan. Na akkor jó van. És akkor ipari kábelcsévélő, vigyük a súlyosat. Aha. Jó. Akkor mindannyian azt. Akkor egy helyről visszük. Jó, csak ez valami, hát mindegy, hát súlyos lesz. Reméljük, hogy nem dob ki. Köszönöm szépen. Ez a nagyon nagyja van. Jó, próbáljuk meg. Látom, hogy elküldted a játékos keresőből. Oké, foltos ló is. Jó, akkor elfogadtuk. Én most nem tudom megnézni. Hi, hello. Várjunk, itt meg kell forduljunk, ja, abba az irányba kell menni. Ja. Valaki villog. Hát ez csak amíg felveszük a fuvart, addig van ez, hogy át tudunk menni rajta olyankor, ez azért villog. Mikor csak minden Iron Tetris-t akar. De ez nem tudom mitől van, mert időnként egyik villog, másik, de nem mindenki. Igen. Az olyan érdekes. Csak próbálom meggyőzni, Joe-t, hogy újra játszon. Vagy hát itt beszéltünk róla többen. Fogadjunk Davis modellot. Miből gondolod? Meg a mi kacsa? Hogy legyen Tetris? Amiben utána. Letöltöd a streameled. Melyet elkezdted, de ma van a szülinapom. Így se lesz Tetris. És hány gyertya van a tortán? Hát, hogyha tényleg ma van, akkor boldog szülinapom. Én még azért nem hiszem, de azért tettem fel egy ilyen furfangos kérdés, hogy hány gyertya van? 19. Egy hiány 20. Tojás éjjös. Akár csak annak.
Ja, ja. Jó, rendben, bármikor jöhetsz. Azt nem tudom, Andris, hogy az miért van, hogy a live-odba megy a játék, de azon kívül meg nem. Hát az úgy érdekes lehet úgy kamiont irányítani, hogy a játék nem megy, de a live-ba látja saját magát, hogy irányítja. Tehát az a 10 másodperc késletetés az úgy, az úgy érdekes bevenni egy kanyart. Ezt én úgy nem nagyon értem, hogy a játék nem megy, de a live az megy. A live-ba látja, hogy megy a játék, de közben meg nem megy neki, tehát az olyan érdekes. Fordítva gondolnám. Hát igen, azon, hogy ezt én se értem. Na, viszünk néhány csigát. Csigák leszünk. Csiga 1. Ott van csiga 2, csiga 3, csiga 4. Jó, rendben, majd valamelyik meg csináljuk. Meg van itt az indulat. Gyere, Anna. Te vagy a legbasszabb. Jó, egyszer a ketten kanyarodunk ki vele. Hát ezzel nem is tudunk túlságosan gyorsan menni. Mehet az eleje. Megyek, kifelem. De Davis, mehetsz elő? Nem, mert akkor nem, te menjél elő, mert te diktáljad a tempót, jó? Jó, mehetettem. Mert Davis akkor... eltűnik a szemed elől. Menjünk kicsit előrébb. Fú, hogy kanyarodik. A kereke, nézzétek már a kerekét. De jó, néz ki. Összes kereke kanyarodott. Nagyon jó. Nagyon jó, néz ki. Ez olyan. Szevasz, Alex. Szevasz, Heavy Metal Zalán. Szalű. Alex üdvözöl mindenkit. Mi is őt. Annánál megy még a stream, aki esetleg még nem tudja. Ó, de szép! Minden van ebben a házban, csak ízlés nincs. Hogy volt festve az a ház? Jaj. A fele piros volt, fele meg kék. De az szép visszafordító lesz. Igen, itt... Mondjuk lehet, hogy annál a szürkénél még ez is jobb. Jó, itt nagy lassítások lesznek. Nagy lassítások lesznek? Igen. Olyan szinte levegyük ilyen 30. Hát igen. Biztosan kanyarodik ilyen helyen. Azt írjait nekem, Gumikacsi, hogy engem az emelkedő lehet, hogy föl kell tolni. Lehet. Úgy látom, na nem, 38-40-re fölköcögünk, de... Na, nem, újra itt. Nálam van még 200 dolarit van adott. Hát itt Davis-ék. Megtolna. Biztos lesz benne. Ez kérne csekél. Azt gondoltam, hogy simán fölhajítatok. Az simán ütött. Sziaszt, mi a helyzet? Hogy telt a napod? Biztos jó ötlet volt az utolsó ügyeságokat. Hát jól lenne tudni, hogy mikor mit látunk képernyőn, hogy milyen épületek ezek. Itt a Sanyi. Ja, itt van megint Sanyi? Uh-huh. Tényleg. Tegnap jött velünk. Mint amikor egy tücsök cirépel. Ti.
Top Secret-ben volt, amikor egy cirpelt a tücsök, hozta a Sledgehammert, mindig most már nem tudom, angolul mondom, szapörőjt, vagy minek hívják, mindegy, ilyen nagy kalapácsot, vagy amit hozott, és akkor rácsapott a tücsökre, és akkor a tücsök meg... Mekkora listát kívülteni. De majd átnézem azt a listát. Na, mi történik? Csak nem. Csak nem. Kijöttek a barátnőjével a szabad levegőre? Pótkocsi sérülés. Miben? Mentem a tök egyenes úton. Milyen pótkocsi sérülés? Ez a pótkocsi sérülés. Nézzük már meg. 1%. Mi? Nem is volt a közelemben semmi, esküszöm. És kisebb nem volt semmi. Ártatlan vagyok. Tök jó, hát egy ilyen 4 vagy 6 sávos útnak a közepén mentem, egyszer csak írja, hogy pótkocsi sérülés. Hoppá, majd mindjárt ütközések lesznek. Ezt nem tudom. Szia Zsulci! Hopp, ezt most tudom. Bocsi, ezt majdnem csetet olvastam. Hogy befékezett a gyerek? Megijedt egy kicsit. Én is lefőttem, mint a kávé. De most a mikrofont párom majd kicsit áthelyezett az asztalnál. Ne is takoljon! Ne lúgjon bele a kamerát! Pontókalapács, ja. Láttátok a Top Secret filmet? Hát az is már vagy 30 éves film. De nagyon szeretem, jó film. Nagyon marhák benne. Igen. Robi, az nagyon jó lenne. Meg nagyon sem jó lenne benne egy másik kamiót lassan. Igen. Meg szép, hogy láttam. Hát én azt már nem tudom megmondani, hányszor láttam. Nagyon sokszor. Hú, nem tudom, Zsulci. Majd valamikor megnézzük, jó? Eddig ma is láttam. Szia, Lacika! Itt a Leslie. Szava, Leslie! Hozzám be se köszön. Az anyád minden itt. Átmegyek, aztán iszok egy kávét nálatok. Az egy át. Hozhatsz neked is. Zsóci, amúgy ezt a címet... Benyomtam már. Benyomtam már én is egy kis villogást itt. Jaj, tényleg, gondolom, hogy most nem jársulugok meg. Nyomtam már én is egy kis, nézem, hogy többiek is villognak, de hát igen, ilyen túlsúlyosnál szokás. Nekem nincsen villogom. Nincsen? De a pótkocsim van, ha O-val bekapcsolod. Mivel? O-betű. O-betűvel. És tényleg. Uh-huh. Wow. Soha nem vittem még túlsúlyosat. Dehogynem. De egyenesen sem viszed. Nem. Igen, de hogyha az újra... Hoppá, rossz fele jöttem. Észrevettem. Megvárjuk. Menjetek. Megvárom. Amoda csak... Nem, menjetek, mert ez az út ugyanoda visszavisz. Csak szemben a forgalommal, de amúgy is. Azt átmegyek volt, ha most. Ja, persze. Na, tapos belőlni. Kicsire nem vagyunk nagy, meg nem számít. Szia, Nagy Attila. Anna Csiga 1, Davis Csiga 2. Annát várom, hogy megtalálja a gázpedált. Anna tényleg Csiga. Nem csak annak én néz ki, hanem... Én a gázpedált, csak a kamion nem bír menni. Mit csináljuk vele? Oradea. Ja, hát mire egy híd alatt? Azt nem aki tudom. Tudja, hogy Oradeának mi volt a magyar neve, azok között egy hangszórót sorsolunk ki, amit Anna fog. Várjál, nem maradtam. Ja nem. Te hangszórót sorsoljunk, ki ne foglalkozzál vele. Megszám? Tudom, mi a baj? Attól, hogyha nem is mondod, de visszatom hallgatni a live-ot. Lacika, hogy vágja a dolgokat. Na. Megszám, mit szólsz hozzá? Tudja Norvég is, és tudja, és tudja. Várjál, nálam jött a Zsulci, hogy Annát várhatod, foglalt, és nem adjuk semmi pénzért.
De a fehér nem üdött kisorsolhatjuk, arra nincs szükséged. Na már kezd 18 pluszosra váltani. Ja, még nincs 10 óra, basszus. Még egy kicsit odaibb, amit csak fél. De 10 óra múlt, már 10:53 van a játékban, úgyhogy lehet. Ja, hát akkor lehet mondani. Ja, de ez délelőtt. Szia, Lecsó! Lecsó már lehet, hogy csuklott, mert egy órával ezelőtt beszéltünk róla. De akkor még itt volt Katalin. Katalin volt az admin. Ő mindent tud. Csupa szépet, jót mondtunk, Lecsó. Mert mondják, hogy kibisznek semmi se drága, mert családos téma. Igen. Igen, más valamivel verni a csalánt. Igen. Ja. Semmi gond nem ja, van. Ja. Na, visszanézem. Nem, hát arról volt szó egyébként, hogy arról beszéltünk, hogy például téged is sokan hiányolnak, hogy abba hagytad, és hát hogy mi az oka, vagy ki miért hagyja abba, mert ugye most Makam is például valamelyik nap abba hagytad, ő jelentette, tehát hogy így ennek kapcsán jöttél te is fel szóba, hogy téged is néznének, és szerettek meg minden. Jaj. Davis néha belagol, és néha megáll a kamionnyel egy pillanatra, és olyankor bekakálok itt. Az egész játék megállt egy pillanatra. Én nem is figyeltem. Szevasz, Akif, Csetin. Rendben, Kami. Nem hagyta abba, csak nincs kedvem streamelni. Okay, hát igen, akkor csak szünetelteted. Nincs alkotói ihlet. Hát jó, hát csak vannak így azért mások is. Csak hát ez minél tovább húzódik egy ilyen dolog, annál nehezebb utána elkezdeni, vagy tehát folytatni, vagy újra belekezdeni, szóval így egy kicsit ahhoz hasonlítottam, mint amikor az ember mondjuk érettségére kéne tanuljon, és húzza, majd holnap, mindig csak holnap, és akkor pedig amikor az ember ugye elkezd, így elkapja a gépszi, akkor utána csinálja, csak úgy belekezdeni nehéz. Ja, Makam le is törölte a YouTube-ját. Vagy hát én úgy nem hiszem, hogy letörli, csak azt, hogy abba hagyta én szerintem. Vagy nem tudom, mert lehet, hogyha a munkája... Nem mindegy, nem tudom. Igen, mert állítólag, és az előbb itt valaki olyat mondott, hogy a munkája miatt nem... Tehát olyan munkája lett, hogy nem szerepelhet így nyilvánosan. Tehát ugye vannak, akiknek a munkahelye, hogy Facebookot se csinálhatnak, szóval, tehát és valami ilyesmi lehet. De akkor viszont nyilván nem maradhat fent a korábbi. Hát nem azért Makamnak már mindegy, hogy van, mert azért az arcát nagyon sokat láttuk, tehát majd őt már megismernénk az utcán. Nem majd egy ragaszt álszakált. Ja. Ez körülbelül olyan lenne, mintha mi járénk abba hagynák. Ja. Hát figyelj, dislike az úgy jött, az van egy rajongóm, az a dislike az úgy jött, hogy, és Felinek köszi a lúcot, hogy pár hete van ez, például most is ilyen, hogy el se kezdődött még a live, tehát még a visszaszámlálás se, csak így be volt időzítve, és már akkor, tehát valaki fel van rám iratkozva, tehát nem az, hogy valami nem tetszik neki. Fel van rám iratkozva azért, hogy nyomjon egy dislike-ot. Hát mi ez, hogyha nem rajongó, nem? Tehát komolyan. Amúgy. De tényleg, tehát még csak be van időzítve a live, tehát még el se kezdődött, de már nyomja. És ez rendszeresen van egy valaki. Hűséges. Hűséges. Dislike-ol egyet. Azért mondom. Szevasz, Robesz, köszi, hogy itt voltál. Mindjárt olvasom, Lecsót is, csak kicsit kanyarodunk. Hát
Hát igen, negatív vagyunk, de ez is jó. Hát nem, csak az ilyen, mosolyog az ember, mert ha valakinek valami nem tetszik, akkor nem nézi, hogy odébb áll, vagy valami, de hát az ilyen, az nem tudom. Azt mondja Lecsó, hogy üzlet megvan 3000 óra ETS 2 után jól esik a pihenés, azt mondjuk elhiszem, nem köt le annyira a játék, inkább, ja, hát tudom, GTA-t, azt tudom, jaj. De azt megmondtuk neked, hogy azt is kéne live-olni, csak azt meg nem csinálod, pedig úgy tudom, hogy azt játszod. Szevasztraszt! De Zsolci, beírod a chatemre, hogy felkiáltóját Axa, kiadja az ő csatornáját, és akkor nálam meg ugyebár a felkiáltója Anna, de mondjuk nekem oda be is van írva a leírásba a videó alatt, és Annánál megy még a stream. Aki még meg szeretné nézni a push-up-os melltartóját. Mindig ezt hallottam. Én végül most nem is néztem, de... Tipikus vasi. Köszönöm szépen, Zsolci. Van-e azért, de... Ez a parancs nem működik. Szevasz, Shadow. Nem. Felkiáltóját, szexi vagy XD. Ja. Összes videóját le... Hát vagy csak... Hát igen, vagy letörölte, vagy csak... Mesélni valamit, Axel. Igen, vagy csak privátba tette, vagy hát igen, ja. Ma beszéltem egy életkővel a Kárthasszal, mert ő rédett be engem tegnap. Na ez is egy jó sztori, mert ő elmesélte a live-ja alatt. Ja, nem látszik. Ez úgy történt, hogy ő behoztolt engem, de közben őt is behoztolták. És így lettünk telep 1200-an. Ennyiből tetszik a Twitch. Be lehet hoztolni a másikat. Tényleg úgy, mint a kisebbeket lehet fölfele húzni, nem úgy, mint a YouTube-nál. Hogy mit csinálni, Zsolci? Megszállt helyett inkább őszinte, vagy gerinces, az mitől gerinces, Zsolti, szerinted? Mi? Hát de most mondja, írta a Banános Zsó, hogy ez egy megszállott rajongó, aki ezt a dislike-ot már hetek óta nekem így ebben a formában nyomja, hogy még meg se kezdődik a live, de már benyomja, és akkor csak azt nem értem, viszont Zsolt Gémet méri, hogy ez nem megszállott, hanem őszinte, vagy gerincest írnék. Hát, nem tudom, az... Azt én sem értem. Szevasz Attila! Ja, vagy előgerinc húros. Nem, mert hogyha valakinek nem tetszik, akkor írja oda, hogy miért, vagy valami. Mert nem azért, csak akkor lenne gerinces, meg őszinte, de nyilván nem, mert csak a hátulról sunyulva nyom egy diszlájkot. Nagy tudomány kell hozzá egyébként. Ja, ironikusan írtad, ja, értem. Persze, majd... Ja, lehet egyébként, hogy ugyanaz van, ja. Hogyha megy nálad is lehet. Lehet ugyanaz szerelmes mindannyiunkba, és féltékeny Annára. Mondnád is, hogy Zsolci 83? Lehet valami csaj, és belepasztanak. Szevasz, Norman Pásztor! Hát, tekergünk itt Romániában, most éppen Bulgáriában megyünk. Akkor kérlek, Bukarest mellett fogunk elmenni, most úgy néz ki, nézzük. Vagy Discordon kivágva. Ja igen, ott Marosvásárhely mellett fogunk, és majd ott, ja, majd talán ott Bukarest mellett is, talán nem biztos. Szóval megyünk. Drusszám két. Ja, hülye rajongó is rajongó. David. A igen, ott 6 dislike, de jó. De a Csapa már harmadjára van. Beszippantott az elindulat. Jó, akkor majd meg tudom nézni. Esetleg... Mit szállítok? Megmutatom neked. Olyanok vagyunk, mint a csigák, nézd meg. Mindannyian. Mindannyian ilyet viszünk. Nagyon kis aranyos. Amúgy ilyen túlsúlyosak is vagyunk emiatt. És az egész pontosan neked úgy mondom, hogy ipari kábel csévélőnek hívják. Rendben, meg is van, Zsolci. Követést.
Ja, ez a heavy cargo van. Hát akkor... Hát nem tudom, akkor itt mindenkinek megvan a heavy cargo ezek szerint? Hát igen. Lehet. Annának is megvan. Anna, neked megvan a heavy cargo? Emlékszel ilyenre? Annának az összes DLC megvan kivéve festés. Hát jó, de az igen. Is egy... Most ezek a cargók, ezek... Ugye ez nem map DLC, tehát... meg a festések is az attól még... De hát ezek szerint megvan, hogyha ez... Érdő, csak tényleg a festések nem. Nem, nincs kormányom. Nincs kormányom, lecsó. Nemzetünk és kormányunk hiányzik. Nem, nincsen, hát már nem tudom. Régen volt kormányom, azt mondjuk nem volt 100.000 forintos kategória, de valamiért nem szerettem így autót vezetni benne, nem kamiont vezettem, csak így autót, valamiért billentyűt jobb, azt el is ajándékoztam azt a kormányt, és ugye azóta se jött meg még a kedvem, hogy legyen kormányom igazából. Amúgy nekem is van kormányom, de nem használom. Inkább azért a 360-as kontrollert sokkal több mindenre használható. Valahogy így. Hát kinek mit tudod? Hát nem kell kalibrálni, tudod, ezt bedugod, az fixen működik a joystickot, ezt mindig be kell kalibrálni, minden játékhoz hozzárendelni a gombokat. Akkor már a kislányoknak való. Nem tudom, valamiért... Nem tudom, azzal úgy versenyeztem, tehát ilyen versenyautós játék, és azzal mentem neki a falnak, meg mindennek kormány, vagy billentyűvel, meg sok jobban éreztem. És... Na most egy pici csillag... Hát valahogy billentyűvel jobban. Hogy játszunk többen, hát ezt lehet multiba játszani. A Trackers MP oldalra kell regisztrálni. Hát, ingyenes regisztráció kell, és akkor... Ah, ez majdnem összejött. Össze is jött. Össze... Ah, oh, belém is belém jöttek. Jól van, örülök. Nem direkt volt, nem örülök, mindenki Anna megállt az út közepén. Hát, én még akkor nem éreztem, hogy neked mentem volna, de belém viszont belém jöttek, ezt éreztem. Én éreztem, mert előrébb pattant a kamion, de nem ilyen akkor kis jó van, akkor jó. És az mi lenne, Trust? Amúgy attól még odébb. Ja, leszedni, felrakni. Hát igen, ezt szokták csinálni, igen. Akkor mondom Dednek, hogy jöjjön kamionozni, le kéne szedni a szekrény tetejéről, összeszerelni, feldugdosni, bekalibrálni, minden, és akkor... De nem értem, hogy miért, miközben mi is billentyűzettel játszunk. Igen, csak hogy akkor aki kormánnyal szeretne játszani. Hát, tudom. Én is és azzal azért van egy kis macera azért. Mert hogyha meg ott van mindig az asztalodon, akkor meg útban van. Tehát, és nem akkor így. Kicsit. És akkor, na hát. Mondjuk a pedál egyébként tök jó láttal. Köszönöm szépen a követést. Mit a hátra? Ja, nem gond volt, azt ja, meg is nézem amúgy, de jó, hát az 1%-ot azt nem is, azt még valahogy a országúton szereztem, azt mondtam is, hogy mentem így tök egyenesen, azt egyszer csak kiírta, hogy van egy sérülésem, úgyhogy. Bármit, hogy 37 millió. Annyi a van? Megéri a macerát, azt mondja, Szente Feri. Köszönöm szépen a követést. Az jó, akkor lassan már lehet egy komolyabb hajó. Nekem van kormány, de billentyű játszok. Hát ezt mondja Davis is, hogy ő is így. De nekem is van kormányom, csak én meg ízével a kontrollerrel játszom. Nem lehet 960, 180 vagy 360 forgás, ez a 900-en faltól falig megyek. Ja, hát akkor ez volt. Mert ezzel lehet finoman kormányozni, meg a gázt adagolni. Mindig csak azért szeretem. Hát csak azért, mit tudom, egy 100 000-et most egy kormányra azért, hogy játszok az RTS-sel, amit pont itt a live elején elkezdték mondani, hogy már megint ezzel játszunk, miért nem játszunk mással. Tehát most akkor így... Nem is játszanánk vele olyan nagyon sokat, és akkor most ezért beruházni egy 100 000-es kormányra. Ezt a kanyarba kell fölvennem a pulcsimat, ugye? Ja, én nem erre mondom, hanem most egy 5000 forintos kontroller, az teljesen helyettesíti a kormányt. Itt is tudsz olyan finom manővereket csinálni, meg adagolni a gázt, ugyanúgy, mint Jaj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 
vettem. Egyik eset. Ja, egyszer kell megvenni. Hát, jaj. Ahogy. Biztos. Én most főleg azért, mert egyfolytában nézem a csetet. Nekem a láptalton egy 30-30 centis. Igen, kormányjal hát ilyen, én dupla monitorral. Maxel, eláll a kormány, mint a konzervja. Értem én egyébként, hogy
értem én azt, hogy egyszer kell megvenni, és akkor nem kér enni többet. Elvileg vannak, megértem, drágul, enyém 56 volt, és a falszügyek és a 90 szokos, nekem eddig az árik. Hát igen, már mondjuk 100 ezer sok, hát lehet egy 50-es, hát az is elég sok egy kormányért, most csak azért, hogy nem is tudom, de lehet, hogy annyit adnék érte, hogyha olyan lenne, nem tudom. Hát igen, de Feri, most képzeld el, hogyha már lenne kormányom, meg váltó, meg minden, akkor már kamera is kéne, és akkor itt a Bibi, érted? Mert akkor már kéne green screen, és akkor... Mondjuk kamerával csak a lábadat, a kormányzat, a váltót. Tudjátok, egyszer nem akar ilyen magát mutatni. Ez nem biztos, hogy mindig így lesz, de hát most eddig így volt. Na. Mert még van. Jelenleg. Hoppa, anya, itt bementettünk. Simán jöttem. Gumikacsi, ilyet jelentem, a kacsa leszállt. Na meg hát igen, egyébként aztán ugye az ember elkezdi ezeket megvenni, ezeket a kis kütyüket, és akkor tényleg hát van, ami a, most nem is jut eszembe értem, minek hívják, hogy ugye a fejmozgást követi, és az alapján nézelődik a aztán akkor az ember vesz egy olyan ülés, széket, mit tudom én, tehát hogy aztán bele lehet ebbe mélyülni piszkos módon, hogy beruházni dolgokra. De figyelj, akkor most elkezdheted új széket akarsz venni magadnak, nem? Igen, mondjuk azért egy gamer szék, ez sokat segít az ülésben. Hát engem nem bír el szerintem egy gamer szék sem, mert valószínűleg a gamereket úgy gondolják a gyártók, hogy az mind ilyen kis 60 kilós, vagy olyan, mint Anna, vagy nem is tudom, de valószínűleg 100 kiló felett már nem bírnak a gamer székek, mert Andis is nem régen vett gamer széket, és egy-két hónap után nyiszogott, és gyakorlatilag a háttámlája az így oldalra lebillent, szóval nem... Ez a nyiszogás. Én mikor vettem? Jó, de te hány kiló vagy? Várj, kezdjük de ott, te még 50 kiló se vagy. Tehát... Nyiszorog, érted? Na, hát akkor engem nem. Hogy bírna el? Hát most simán, de 190 kilót a hervírása. Ja, de mindegyik tönkre megy. Nekem volt már annyiféle székem. Hogy jó, persze. Én már most legközelebb, amit én most fogok venni, most télen, na az olyan lesz, hogy nem ez a kategória, nem ilyen. Hiába vettem én 50 ezer forintos széket, csak rossz meg rosszabb van. Nem bírnak el ezek a székek. Nem jó. Mert legalábbis én nem tudtam még olyat venni. Meg máskor is azt mondom, Andisnak is szutyok, szétment. Teljesen. Én nem tudom, amit most vettünk, mi ezt leakciózva vettük a X-be. Most nem akarok hülyeséget mondani. Értem, hogy 20 valamennyire volt leakciózva. De az nem is kényelmes. Az én mostani székem az, Feri, nagyon kényelmes. Tehát ez olyan, hogy lábtartója van minden, tehát ez nagyon kényelmes a mostani székem. Ez egy drága hát, szék volt, de ez se jó. Csetemen ilyet a gomikacsa. Axel, kapsz egy IFA ülést. Ifaülést, ja, nem, én az IKEA-ba már kinéztem, milyen széket fogok venni, azt úgyhogy... Azt hiszem, milyen fotelje van neki, Trusz. Szóval... Már csak a megvalósítása hátra, ezt most télen megveszem magamnak, és az, már kinéztem, az kényelmes lesz, és minden. Én abba beleültem, gyerekek, olyan, hogy csukódott le a szemem, olyan kényelmes volt, úgyhogy... És a strapabíró hát, volt, de nagyon kényelmes, úgyhogy... Hát meg ugye... Hú, ezt meg kellett volna, mert itt mentünk elég garázsban. Szevasztok, Axel! Hello, hogy lehet CB-zni? Vaj, ez ki volt? Axel. Nem figyeltem. Na, X-et parazdok. Vissza kell fordulnom. Ránk hozta a krászt. Szevasztok! Ki a szevasz? Valami magyar. Várjál, nézzük. Loki! Ja, Loki! Jól van, Anna. Hello! Szia! Jól van.
Szóval most csatlakozhatnak? Hát csatlakozhat persze, de ő... De elvileg itt van most mögöttünk? Nem, itt állnak nem messze. Gyertek, 61-400... Ja, olyan 400 méterre van. Sziasztok! Szia Krisztóf! Igen! Micsoda? Axel szerintem hűthető, masszírozó fotelt akar. Lehet? Ja, lehet, jó. Jössz már arra. Megyek, persze, menjetek nyugodtan. Most nem figyeltem, és már csetet is néztem, és nem tudom, hogy Anna most végül is lemaradt, vagy előre ment, vagy mi lett vele. Davis. Lemaradt. Ja, lemaradt. Tehát akkor megálltunk egy kicsit, hogy utolérni. Menjetek! Gyere. Én itt nekiállok, azt beelőzök mindenkit. Hát, így biztos már csak ússzal megyünk. Jó, gyere. De megálltunk egy kicsit, ha gondolját. Jó. Nem kell, mert itt vagyok. Ugye én beírok a chatre, de ezt próbálja ki a Kristóf is, hogyha gondolja. Írd be egy felkiáltó jel, és point, ezt a parancsot írd be. Végig. Ezt a parancsot írd be, és akkor megnézzük, hogy hány órát töltöttél itt nálam. És akkor az meg fogja mondani igen, azt, hogy... meg fogja mondani, hogy miért. Szokott olyan lenni gumikacsa, hogy mikor Axellal beszélek és fáradt vagyok, akkor... Elámosít a hangját. Na, olyan csak egyszer volt, azt mondtad. Hát, az, hogy bealudtam a live-odon. De az, hogy elámosít a hangod, azt még nem mondtam. Igen? Igen. Néha, akkor fölön nagyon fáradt vagyok. Mert ugye te is tudsz egy ilyen egy hangsávba beszélni. Csak egy idő után... Hát, na, ilyen zsó. Csak egy idő után mi van, mint egy kis narrátor. Mondja, és akkor... Közben nem tudom már mit csináltunk, de szerintem volt egy feliratkozó is, azt köszönöm szépen a feliratkozás, de az valahogy köszönöm, itt olyan sok minden történt egyszerre, hogy nem is tudtam megköszönni. Egy kényelmes fotelben a streameljen, sörrel a kezében, és előtte striptizeljen, így tudom elképzelni. De hát igen, lehetnek ilyen szép álmai, akár neked, hogy az Axelnek. Figyelj, az, hogy egy kényelmes fotel, hogy egy sör, az még oké, de szeretem. Nem, amúgy egyébként csak visszatérve erre, hogy Redolin is azt mondta, hogy ő is fotelből streamelt, csak azért, tehát... Csaba, na csak azért mondom. Nem a gamer szék teszi a jó streamert. Én még nem is vagyok jó, de mondjuk Redolin tényleg jó volt, és ő fotelből streamelt. Most szerintem az ugye mindig, ha is Tokiról streamelsz is, érted, most nem... Az a lényeg, hogy kényelmes legyen. De az, hogy kényelmes legyen, így van. Meg nekem ne nyiszogjon, mert tehát ezek a, hogy minden ilyen, ezek a forgó székek, mert ezek ugye, ez mindegyik egy idő után elkezd nyiszogni, hát ez halálos, tehát ezt... Miközben én egy rohadt töreg szék, de nem nyiszog. Bár nem is kényelmes. Meg már nem áll. Nem nyiszog, de legalább nem is kényelmes. Ó, gyerekek, milyen a kanyargós rész. Ez csak neked okoz problémát. Igen. Ó, de szépek itt a pixel. Ó, közben olvasom itt a chatet, aztán nem előre nézek. Igen, ebben igazad van, Trust, hogy hiába van jó széked, meg jó géped, hogyha te magadat nem tudod jól eladni. De ezt a bármilyen ember, hogyha... Még sikert... Én nem is akarom magamat eladni. Egy jó ilyen zsor. Adjuk el Annát. Hey, adjuk el Annát, ő egy jó vétel. Csináljunk jó pénz belőle, lehet, hogy Feri meg is venné. Nem tudom, majd licitálunk. Davis, mennyit adnál érte? Törökországban, kezdjük ott kikiáltás jel, Törökországban adnának érte 10 tevét. Vagy 10 kecskét, nem tudom. Mindegy, honnan kezdjük? Ezek már megint eladnának. Simán. Meg kéne tolni. Lassan megyek. Na itt írják nálam, hogy 11. Ja, már 11. Lehet licitálni. Szegény felé menni kell dolgozni, nem tud licitálni. Azt mondja a Feri, hogy 1500-at ad. Gyanús nekem, hogy
Feri, lehet, hogy kínai. Jó, 1500. Hideg van kint? Van, 1500 az is. Ez aztán igen. Szép útszakac lesz. Igen, nem jó. Is megyek többet. Elég jó kis kanyargós. Trust írta, hogy nem vagyok eladó. Baurobivá 150 ezeret ad. Hát de várja, már egy teve kerül 150 ezerbe, vagy nem. Már 10 tevénél tartunk. Anyana, most féle. Hát nem tudom, Axel, mennyi. Úgy, de tök jól néz ki. Azt tekintetbe véve, hogy... De még a küldőtömet is akartad eddig, Davis, szóval. Arról nem is beszélve, de hát hogyha meg... Igen, adjuk el az Axel, gyerekek. Hát, értem, nem adna senki még egy tevét sem. Snailék voltak ott a garázsnál. De figyelj, Snail, hogyha van kedvetek, gyertek utánunk. Igen? Ruszéba megyünk. Jöhettek utánunk. Hoppá. Nééééé! Megyek! Ácsém! Jó, azért így a lejtőn... Jó, én vigyáztam, csak néztem én is a tükörbe, hogy mögöttem hogy jönnek. Axel, itt az árus néni. Megyünk, veszünk valamit? Mit árul? Nem tudom. Vegyél már nekem valamit, jó? Valami finomat. Veszek Bambit. A Bambi az lehet, hogy... lehet, hogy győzik, de az is lehet, hogy egy üdítő. Figyelj csak, Trust, ezt írd oda, Axel. Csak van eljárat. Na, értem már 500. Ezer nélkül. Lesz, jó, látom, hogy motorhiba. Majd megnézek ki. Na, készpénzben fizetek. Azt hiszem, csak meg kell nyitni azt a csetet majd. Majd. Még nem most. Közben azért vezetek így, mert csetolvasó, és olvasgatom itt. Én meg azért megfélek. Jókat mosolyogok, csak közben itt azért nem jó lezúgni, mert itt szerintem nagy port vernénk fel. Mire leérünk a lejtő aljára. Nagyon összetől napom jön. Nagyon. Nem tudom, meddig tudnánk itt lemenni. Ez Geri biztos kipróbálná, én nem tudom, de nem tudom, meddig menne le, mert a textúra nem tudom, meddig vinné a kamiont. Szóval nem biztos, hogy le nem tudnánk sem úgy menni, mint egy GTA-ba. Nem baj, Trust, kérlek, ezt írd be Axelnek. Tényleg, egy üzemanyagot spórolok, beraktam ide. Hát tudok én oda kattintani, el tudom olvasni. El van. Azt mondja a Feri, hogy engem megvenni, igen, és a saját LTS-én dolgoztatni. És akkor át tudsz nézni. De a moderátorokat megkérném, hogy néha spameljék be ezt a chatra, hogy felkiáltolja Laksa, hogy aki új, és át szeretné nézni, akkor át tudjon menni oda is. Jó, átnéztem, már a kis vöröskét megnéztem, meg a chatet. Ja, nincs időm rá. Én sem, nekem sincs. Nekem is a 200 valahány, vagy 250, már nem is tudom, múltkor néztem meg, hogy hány munkásom van. Nekem is azok dolgoznak felé, főleg. Azok keresik a nagy pénzt. Pótkocsi sérülés. Mibe? Davis, már ne. Megint. Nem megyek, ami jön. Mibe? És a Davis miért állt meg? Azért, mert megálltál előttem. Nem álltam, meg én mentem. De nekem megálltál a játékban. Menjél Csigusz, nyomja Csigusz. Szia, Gelle. Gelle, pont most emlegettünk. Olyan szakaszon mentünk, hogy ott téged leküldtünk volna, te biztos kipróbáltad volna, hogy meddig tudsz leesni a kamionnal. Na, megvetted az új telefonot? De levittük a fuvat, mehetek szervizbe. Hát én is. Egyébként két irodaszéket, ami forgós, nem vagyok feltétlenül elégedett. Hát én vettem már ilyen
tényleg ilyen, nem az ilyen egyszerűbbeket nem meg se veszek, tehát én vettem olyat, ami tényleg ilyen bőr, nagy, mit tudom, és azok is tönkre mennek. Azok is minden tönkre megy egy idő után, szörnyű. Hát bocsi, nem tudok valamit csinálni, most kezdtem el beszorgatni. Megjött Sanyi. Sanyi. Őrforgalom van. Tehát én átmentem rajta ötödik. Igen? Ügyesek vagytok. Hát Sanyi is. Én megpróbálok úgy menni, hogy ne sérüljön nagyon. Vettem 38 éves meg. Én mondom, olyan 50 körül vettem ezt. De ne tudjátok meg. Kb. Másfél éve. Nem mondom, Davis tartja a nagyobb távolságot, mert... Elég nagyot tartok, nem mondom. Jó, nem tudom miért csinálja most. A gigabites net. Hát ez az. Lehet, melyik, ha bár figyeljük, hú de vicces. Mi nálunk úgy van, hogy ha esik egy kis eső, ilyesmi, már előfordulhat ezek. Hát a doboz elázik esőbe. És még nem állt le a motorom, egész jó bírja. De hiába csak szkálni ez. Széket 105 nem szabad venni, Zoli, hát... Ja, csak azért, hogy úgy én van, már széket nem is fogok venni. Hogy csak ellenőrizni, hogy minden rendben legyen, mert... Ugye, nem majd voltam túlcsokan. Átrendezem a lakást, bevásárolok, megveszem a félikát, majd utána, na, utána lehet, hogy lesz kamera. Szerencsére lekopogom, nem volt gond, nem volt olyan gond, mint tegnap. Nem kell visszarakni, mert én már visszarattam egyszer a 10 percet. Át tudom most is küldeni, és lefényképezem, ha akarod. Most egyelőre, így áll. Hát most nem, most játszunk. Hát nem úgy most. Na, Bau Robi mondja, hogy annál már 250 ezeret ajánlott. Az nem tudom, az még... Nem azért, én még srófolnék rajta. De mi mindig tolnál rajta? Persze. Azt mondja a Platilla, hogy Anna nem mérhető pénzben. Na, ez már egy jó kezdet, látod? Köszönöm szépen, Attila. Aranyos vagy. Látjátok, Axel meg el akar adni? Na. Minek nekem ellenség, hogyha... De ki is sorsolhatunk, hogyha akarod. Erről beszélek. Na, Kristóf, lehet, hogy nincs feliratkozva, vagy nem tudom, lehet, hogy azért nem tudom. Már nem tudom most, hogy működik a bot, vagy nem jól írja. Na, nem jól írta be. Ja, nem jól írtad be, bocsi. Hát pointot írtál, pointshot kell írni, na azaz, ott van. 0,17 órája nézel, és akkor moderátor akarsz lenni, de hát azért, nem azért, csak hát ezt magyarázzák, hogy azért ahhoz itt kéne lenni, és hát nem... Azért az nem úgy van. De hát, hogyha nem akar menni a kamionom, Joe, akkor mit csinálja? Fújja a számjár, és ezek meg lehagynak itt engem. Hmm. Tankolni nem kell amúgy? Hát, még tele van. Hát mondjuk, ennek kicsi a, az enyémnek kicsi a tankja valamire ennek a mannak, sűrűn kell tankolni. Nem az, hogy többet fogyaszt, hanem kicsi a tankja valami oknál fogva, és sokkal sűrűbben kell tankolni, mint egy Scaniával. Nagyon szépen köszönöm a csíjet. És már 1500 csíjet. Ne adjuk már az egyetlen csajt, azt mondja, foltos. Ja nem, 1500 küldtél most, tehát te nem vagy normális. Szóval az Zsorex te. Nagy hangulatjelet oldottatok fel, srácok. Pont, azt mondja Zsolti. 6190 csíjet küldtél eddig, Robi. Tényleg átírhatnánk, hogy pontra működjön. Keszegre is működhetne. Most ilyenkor, mivel hogy 300 sír után oldasz fel 5 embernek, ugyebár, akkor ezernél meg ugyanúgy megszorozza? Én lemaradtam, úgy tűnik. Annyira nem tudom, mit csináltam, szerintem olvastam a csetet, mert marhultunk, és a többiek közben nyomták a gázt. Ja, jól van, utolérem, jól van, örülök én.
Örülök, gyerek. Jó, értél, mert én ütköztem. Hát azért mondom, hogy utolérlek én benneteket. Jó, van semmi gond. 25 személy? Megosztotta meg. Az igen. Hát köszönöm szépen még egyszer. Igen, fontos vagyok. Na, zombulás lesz mégis, nem, nem farmerkodás? Na, Zsolték, zombulnak. Ebben nincs ilyen, hogy commands, mert hogy ez nem a... tehát ez nem az a bot, hanem ugye le lett cserélve chatbotra, tehát nem lehet megnézni a parancsokat így, Attila. Ez valamiért nem lehet. Hogy ez majdnem összejött. Az ujjamat nem tettem volna oda. Nem. Szerintem ő is megijedt. Én is megijedtem. Igen, mert ez nem az a bot, hanem ez van így a Streamlabs-nak van egy chatbotja, amit Dani 26 is használ, már egy ideje, jó régóta, és ez egy másik bot, és ebbe hát sokkal több mindent lehet ebbe csinálni, konkrétan pont ezt a parancsot nem lehet használni. Vagy nem tudom, hogy kéne így lekérdezni, azt de szóval mondtam, így nem... Azt mondtam, hogy valamikor lesz. Nem azt mondtam, hogy most lesz. Gumikacsa. Ott volt a kút. Hát addig ki... Oké, köszi, de hát végülis 444 kilométerig még bírom, ez meg 100 kilométerre van a cél állomás, úgyhogy... Nincs meg az a játék, gyere. Az kettő, nem nagyon vagyok Star Wars játék függő. Maximum filmet megnézem egyszer egy életben, de többet sem. Hát valószínűleg Kristóf nem fog az olyan gyorsan változni. Hiába írod be annyiszor. Vagy micsoda? Mert milyen parancsot írnak be? A point parancsot. Írkálja be itt egy percenként. Mondtam, hogy az nem fog olyan sűrű. Tehát az úgyis az időt, azt majd itt kell lenni, és akkor fog változni. Hiába írja be sűrűn. Hú, majd lesz valamikor. Most a legjobban a karácsonyi szünetre fogok tervezni, oda fogok írni egy menetrendet, hogy nagyjából mire lehet számítani, hogy ott két hétig itt vagyunk. Na most ne gondoljatok arra, hogy egész napos live-ot szóval lesz. Krisztián, kamion, ugye megmutatom. Hát viszek egy ilyen nagy cuccot. Ugye nekem január 14-én vizsgáznom kell. Hát ez egy ilyen Valentin napi festés, csak mindegy, ez ragadt fent. A fiúktól kaptam ajándékba, aztán ez ragadt már egy ideje rajta. Engem ki akar előzni? Sanyi. Sanyi. Figyelj már, Sanyi. A záróvonal. Biztos siet azért megy a túloldalon, hogy mindenkit előzzen. Na itt egy benzinkút. Megállunk, vagy nem? Megálltunk, ha szeretnétek. Hát én lehet, ha már úgyis itt vagyunk a cél előtt, én már lehet. Én félreállok itt. Én nekem nem kell találom. Nekem meg még bélje. Ez a negyedik. Hát valameddig, de hát most az sose baj, hogyha tele van. Pont te mondtad, Anna, hogy te szereted, hogyha tele van. A benzin. Erről szoktunk is gondoskodni, hogy Annának tele legyen a teke velünk. Szegénynek, ha lenne, de nincs. Padészítés? Nem hiszem. Nem tudom, Gerda. Menjél Libre nyugodtan. Menjél csak nyugodtan. Na, addig egy kicsit letárcázunk, és akkor megnézzük. Jaj! Hozzáértem a kúthoz. Szerintem én is beleszámítok. Nagyon hülyén kanyarodik a kereke ugyanis. Mindjárt mutatom nektek. Értek, hogy csinálunk egy nagyobb ívet. Hát nem tudom megmutatni. Szóval a kerekei, az összes hátsó négy kerék, tehát a négy tengely leghátul, az mindegyik fordul. Igen, én vagyok ott. Nagyon érdekes. Mehetek? Kisebb vívet. Ja, mehetek. Ja, mehetsz, Davis, moci. Boci, bocsi. Boci. Csak mivel nem szólt Axel, hogy indulhatunk-e, vagy nem? Ja, mehetek. Csak látom, hogy közeledik. Közeledik. Üresben voltam én is. Jövök, mint a helydermékű. Na, ott látszik az ő kerekein is, hogy...
Lenyémen is látszódna, ha látszódna, de... Megnézzük, megmaradt a tábla, vagy nem? Remélem nem a bányába kell lemenni. Hát most jobb én is imádkozom. Simán. Még jön egy határra ellenőrzés. És jön egy jó kis visszakúdítós. Vagy milyen. Ó, fiam. Ó, anya. Ó, mami. Aki még nem járt oda át Annánál is megy a stream, a gyöngyöző kacaj tulajdonosánál, úgyhogy a videóm alatt ott van a linkje és át tud menni a Twitch-re. Na most látszik a kerekein, látjátok, hogy hogy kanyarodott? Na megint megmérik a súlyamat. 48 kiló. Oké. Okay. Vaságyas. Már 50. Ó, bevacsorázott. Súly ellenőrzés következik. Jól van még. Feltem volna ott is. Meddig lesz a live? Nem tudom. Hát... Én nekem lehet, hogy ez az utolsó. Na. Nekem nem írta ki, hogy jó. De én jó, 50. Én is majd hangosan ezt várom, talán majd esetleg később mondok egy másikat. Nekem 50 volt. Hát az lehet, hogy te nehezebb vagy is, mert a rakomány ugyanaz. Csak... Lehet, hogy te is bevacsoráztál. Anna milyen kamionnal megy Renault-val? Hát nézd meg, kattints át, ezt megmutatja kívülről. Jó napot, bácsi! Sőt, mert én közelünk a live-ot, mert akkor holnap van egy videót kell néznem, mégpedig az, hogy szalvétel. Ez mi a fene? Milyen emlékmű, vagy mi van itt? Milyen ötfajta szalvétel. 1952-54. Mi volt akkor? Az most melyik az én sávom? De szép, ezt megnézzük így. Ott kéne alul menjen a kis vonat. Vonatot nem küldik fel ilyen magasra, azért... De megy felfele a sín, dehogy nem. Nagyon jó magasan megyünk. Nagyon állat. Én köszönöm, hogy itt voltál. További szép estét, jó pihenést. Az átvilágítós kapu, vigyázzatok! Azt nézem, hogy milyen... Hát én átgondoltam rajta. Kanyar, ja, hogy itt megyünk egy ilyen kanyart. Nézem, hogy hogy megy ez az út itt. És egy fizetni is kell, nézd már! Az átvilágítós, Di? Aztán világítunk majd a sötétbe. Oh-oh. Átvilágítás sikeresen befejeződött. Ügyes vagy, Gerle. Látod, hogy sikerült ez neked? Na, akkor megérkeztünk Bulgáriába. Здравствуйте, товарищ Козлов. Ja, felisították a sorompot, én még itt poénkodok, már rég mehetnék. Szia, Pokolnájber. Ez még lehet, hogy a román volt, várjátok már, mert lehet, hogy mostantól Bulgária. Akkor azért nem értette, hogy mit mondok. Lehetne szó.
Ezek ugyanonnan öltözködnek. Ugyanaz az egyenruhájuk. Kutyát, várjátok már ez a kutyát. Kutyát idomítják. Köszönöm szépen a követést. Az nem jó, Attila. Szia, Nura. Arra nem megy az út, csak erre. Mit kilócsak szem? Semmi, csak én megnéztem a határátkelőt, néztem, hogy idomították a kutyát, ilyen kábszerkereső kutyát, köszönöm, minden, hogy nézelődök. Nem is jó fele jöttem. Várjatok, nem jó fele jöttem. Hát, visszafordulom. Mint az öletiteket a csatornán. Nem jó fele jöttem, annyira nézelődök, hogy már el is rontottam. Figyelj, mert már kukutyin falván vagyunk. Nem baj. Jövök, cicukám, csak leven, meg várna, én meg nem be. Tudom is. Ja, Russell, meg is jöttünk. Meg is jöttünk, majd vagyunk közel 41 km. TV-torony van, akkor minden van. Van Szulejmán este, meg barátok közt. Én másképp szoktam mondani a barátok köztet. Na, Pásztor Robinak is jól van. Összegyűlt egy kis pénz. Én direkt nem is forintba csinálom, mert annyi sok nulla van, én nem is tudom miért jó az. Azért meg így euróba is hosszú kiírni. Ugye hát régen máshogy volt, régen ugye a munkások akkor is, munkások után akkor is kaptál pénzt, akkor nem is játszottál vele, és szóval régen azért volt, összegyűltek milliárdok az embereknek, de hát ugye változtattak, hogy most is dolgoznak a munkások, de csak hogyha most jelenleg én is játszom, akkor a munkások is dolgoznak. De régen, meg tényleg amikor nem játszottál vele két hétig, azt akkor is a munkások dolgoztak, szóval egy kicsit olyan vicces volt. Igen, így lettem, egy milliárdos. Na így, azért mondom, hogy úgy régen azért könnyebb volt milliárdosnak lenni. Nem, ennek 11 milliárd euróban. Köszi szépen, Kristóf. Legyél itt máskor is. Na, ott is van egy garázs. Mindig garázsokat vadászik. Nekem egy csomag kulcsot vadásszál már. Ezeket megveszem, mert akkor... Összetörted a kamionot. Bocsi meg! Hát nem biztos, hogy megveszem. Nem direkt volt. Vagy megveszem. Tehát én arra, hogy laggoltam. Igen. Hát, ide bemegyek, hol a garázs? Itt a garázs. Hoho, csak nem itt van a bejárat, várj. Csernobyl. Onnan van a kijövet, akkor a bemenet nem itt van. Itt lesz a bemenet. Itt megyünk majd be, megveszük a garázst. Először megveszem, és aztán megyek leadni a fuvart. Mert ha itt vagyok, ezt megveszem. Lehet nem így kéne, mert lehet, le kellett volna adjam először, de akkor is bejövök és megveszem most már. Elvileg itt kéne, igaz? Ott van bent. Ezért én csak megvettem. Kiváló teljesítés, ismét. Kiváló lettél? Na. Csak a kamionok tört össze. Jó, van már ott. De az is Anna miatt. Igen. Hol van itt szerviz? Lehet, hogy nincsen. Nincs. Most tök legyen. Jó. Én nem találok.
Majd vagyok 8 km a célig. Á, itt van mögöttünk ebbe a levelába. Én most a csörgőfogót keresitek? Hát egyszerűbb beírni egy parancsot, vagy nem? Hát az a baj, nem csak motorhibán. Ha nem. Nekem csak motorhibán. Hát de még megjavítja az egészet. Biztos? Hát az, de csak akkor, hogyha van egy pót felcsatolva. Hogyha már nincs, akkor nem. Azért mondom, hát akkor én elmegyek a csavarkulcsig. Jó, én is elmondom. De jó, mekkora hajó hacsónak. Le van álba, mert be is jelöltem. Én is. 110-e odáig eltűnt. Csoda gondozott. Itt fűnyíró bácsi nem nagyon van felvéve dolgozni. Nem sűrűn nyírják a füvet. Forrest Gump nem itt lakik biztos. Mindig nyírta a füvet. Jaj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 
izéjjel már. Ne legyél már ilyen kis szaros. Ne szóljál be. Na, Davis, odáig verseny? Verseny? Ja, így is össze van törve a kamionatok. Tényleg, az jó lenne. Simán. Hát, juhú! Életre nem tudom. Ja, be, jó. Na, hova kell ezt betenni? Hova kell betenni? Na jó, nem verseny. Ennyimet is oda kell, hogy hova? Hova oda? Helyetek már, itt bele lehet menni a vízbe. Esküszöm megnézem. Ezt most így meg úgyse... Na, én most én bemegyek. Bemegyünk a vízbe. Hát nem megyünk be, de remélem, hogy nem megyünk be. Itt rontam a végén. Lívjának, köszi a feliratkozást. Ezt megnézzük, ezt a vizet. Közelebbről. Nem nagyon merek nagyon közel menni, mert aztán tényleg behajít, vagy valami lesz. Gyerekeket tényleg meg. Ó, eddig bírtam. Textúra eddig engedte. Jó. Pedig reménykedtem belecsúszol a vízbe. Óvatosan kell, hogy innen kijöjjek. Jaj, végre sebesség van. Talán gyorsul? Hát, ahol én vagyok, ott már lejött, de most megint. Nem is lehet vissza, arra várjátok, arra se lehet tolatni. Aha, jól van, vicces. Jó, innen akkor normálisan úgy kell menjek vissza, ahogy jöttem. De mi ez a lassítás? Keréktekert. Na, 110-nél elveszik. Ugye ez a kamion tud 100-ig fognálni. Ajaj. Nem így akartam, anya. Szint 2-es szerveren vagyunk. Köszönöm szépen a követést. De már nem sokáig. Azt nem tudom, mit csinál... Ki? Mi a Spotted Horse-t nézem. Itt most össze tudunk ütközni? Nem hiszem. Remélem, hogy nem. Remélem, hogy nem. Ó, én először megállok tankolni. Nekem kell adni, majd visszaszalak. Azt nem tudom itt, hogy kell oda betenni, mert foltosló is valamiért visszajött, és nem tudom miért jött onnan vissza. Trükkösen kell nagyon betenni ide? Azért jött innen vissza. Ó, hogy kell? Hogy kell? Hogy van itt? Itt van. Oda. Hát oda tényleg nem lehet így betenni. De tényleg csak tolatva lehet visszajönni. Foltosul nem véletlenül. Jól van. Igen. Hát akkor ezt... Akkor most ilyen tolatós live lesz most. Annáik azért tették le ilyen könnyen, mert ők könnyített formáját választották. Nem van. Én oda tartok, mert... Akkor is betolatom. Mi nem gatyázunk. Foltoslóval betesszük. Olyan kemény fiúk vagyunk, hogy bármilyen nap, bármilyen, ha esik, ha fúj, mi betesszük. Mindjárt megyek után, hogy jéééé! Mi van? Jó, tudom, egy 360-at. Mi? Meg kell forduljon. Gondoltam, hogy el, akkor elfordulok, azt körbe fordítok ki. Csicsit. Hát az meg hogy? 110 nullára fékezni. Ja, sokkal fékezni. Szevasz, Tiger Zoli.
Ah, de viccesen kell betenni. Jó. Messze? Tessék? Érhetőek azok, amit kiért mondani, hogy ezt tudom. Hát tudom, csak viccből mondom. Betesszük akkor is, de minket ez nem érdekel, érted? Én erről beszélünk, az én live-omat, aki néz, az tudja, miről van szó, hogy nagyon, nagyon trükkösen kell ide majd betegyük, de akkor is betesszük. És nem választunk könnyített formát, mert az nekünk nem pálya. Akkor is betesszük. Azt hiszem, hogy mögé kell, ugye? De azt innen nem fogom ám látni. Ezt muszáj innen megnézem, mert nem fogom látni, hogy ez hogy megy oda be. Lehet, hogy a vízbe fogunk menni mindjárt, ha így haladunk. Eddig jó. Axel, eddig jó. Eddig jó, fiam. Gyere, Anna. Hát itt nyomtam egy izét, ringlispilt. Ott van itt egy kis gond, mert nagyon kicsi a helyem. Olyan. Kicsit nem teljesen lett jó. Az a baj, hogy itt ezek miatt a beton tömbök miatt egy kicsit tovább kell engedni valahogy, ha lehet. Ha már a visszafele nem arra kell menni. Hát? Na nem biztos. Továbbjön meg. Miért az a másik irányba? Hát ahonnan jöttünk, most ilyen egy irányú, mások oldalt le van x-elve. Na, gyerünk! Na, hogy teszed a kereki? Nem megválok, hogy a tartom. Ja. Gyerünk! Nem jó, nem jó, de nem baj, majd egyenesítünk rajta. Jaj, bárgyi. Jó. Nagyon trükkös lesz innen berakni. Ja, nem fogom tudni. Nem tudok alá... Nem tudom alá tekerni a kormányt. Na, menjük is oda. Majd te vezetsz akkor, Davis, mert én nem jelöltem meg. Gyerünk. Még én a garázs jelöltem meg. Jó, az is. Elmegy mellette? Elment. Oh, man. Oh, man. Most már kicsit túltoltam, mert azt hittem, hogy nem fogom... Azt hittem, még egy kört kell csinálni, de most már belesztél-e. Hú, foltos ló, tudnád te rád is mi vár, hogyha ide be akarod tenni? Most már nézzük innen, csak... Nézzük meg. Kérjük alá egy kicsit. Jó lesz ez, én érzem. Érzem, hogy jó lesz. És... Azt mondja, a pótkocsi helyén van. Higgyük el neki, jó? Tök jó, higgyük el, hogy helyén van. Oh, man. Szia, Erik. Tök jó ez a laksítás. Visszafelé nem lehetett kerülni az épületet? Megnézem mindjárt. De hogyha igen, akkor beugrok a tengerbe. És plusz 90 TP-t is kaptam rá, na ezt kap ki. Na végre. Ezt kap ki, bang. Kár, hogy nem lehet kiszállni a kamionból amúgy. Hát egyébként, dead, ne izélj már, de most komolyan, hogyha lehetett. Ezt megnézem. Megyünk egy kört, jó, de lehet, hogy tényleg lehet. Tudom, 110. De ez így viccesebb volt, de megnézzük. Hát várjál, itt biztos nem, ugye itt jöttünk. Itt jöttünk. Hát itt az két épület között esetleg itt elmenni a két épület között, de ne mondd már, bemegyek oda. Hát összetöröm. Tükröket behúzni. Hoppá! Tükröket behúzni. Nem férünk be. Várjál, lehet, hogy beférünk. Nem fogunk beférni. Nem férünk be. Oda nem férünk be. Sehogy. Nem megy, dead. Még annyit lehet, hogy... De ott se tudok bemenni, ugye, mert le van zárva. Nem, ezt nem lehetett betenni.
Basszus! Mehetsz visszajavítani? Úgyhogy nem. Úgyhogy nem, szerintem. Ne aggódj. Simán. Itt is, hogyha megnézem. Hát szép volt, ugye? Szép volt, nem így akartam. Na szóval ott se lehet bemenni, az a baj. Nézzem, a térképet, hogy... Nem teljesen így akart. Innen meg nem tudom kivinni a kamiont. Várjátok, halál. Ide bejöttem, innen nem viszem. Csak gyere tovább egyenesen. Egyenesen? Jó, hogy érdekes helyre kerültem. Aha, jól egyen. Van. Na itt lesz vége nekem a live-on. De amúgy is vége van, csak... Jól van. Szuper. Jól van, megoldottuk a rejtét. Ide is bejöttem, ahova nem lehetett volna. Szép volt. Jó. Szia, László. Na hát ezzel a szép csataképpel. Akkor én viszont el is búcsúzom. Na, köszi, hogy itt voltatok. Hát 5-től mennyi ez? Már 2,5 óra volt. Ja, szerintem igen. Igen. Jó, hát Anna, nem tudom, nálatok még megy? Na, mi még próbálunk visszajutni oda hozzátok, ahol kilépje. Még nem léptem ki, de oké. Okay. Tehát aki esetleg még Annánál nem járt fel, kiáltulj el. Anna parancsol, de azért én be is írom. Hát tudtok még esetleg oda kattintani, de szerintem ők is mindjárt befejezik. Én viszont megköszönöm a figyelmet. Köszi, hogy itt voltatok. Találkozunk majd legközelebb. Sziasztok! Bemenni a garázshoz, de nem. Sziasztok! Vali, sziasztok!